egész éles WTF. Jó, nem biztos egyébként. Sokkal rosszabbra számítottam. És akkor ennek meg kell nézni a... Azt gondolkozok, hogy mi van beállítva most a mikrofonnak. System Sound Fox. Jó, teljesen jó. Monomix. Nincsen Monomix. Jó. Na. Szóval... Az öreg Johnny. Ennek az összerakás leírása. Merülhet fel sok emberben a kérdés. Johnny 5-ös, ez az, megvan. Szarszó viccek. Várjál, milyen nap van most? Hát szombat van, nem tudom, hogy mennyire fér bele. Te jó ég, már kerekkel indítunk, azt tudom, milyen rész ez. Szóval ti nem látjátok a leírás, de ez egy PDF leírás, amit adtak mellé. Na jó. Álljon neki. Itt ebben vannak a szürke valamik? Kérdés, hogy jó-e a kamera? Ha itt mondtatok, akkor így kb. Látszik, jó? Tehát azért teszt jellegű a mai stream, mert hogy egyrészt nincs most második monitorom, tehát nem tudok mindenfélét nézni egyszerre, csetet meg akármiket. Mert lett egy másik végja, mert abban meg nincsen... Mi az? Akármi bemenet, nem tudom, hogy bemenet. Na jó, mindegy, leszarom. Ugye hányom az összeset, szóval van. Elérjük, hogy így egyes, de ez egy hazugság, én azt előre látom. Mert hogy ebben nincs is olyan, amit ő ír. Tehát ez... Ez egy szar átverés az egész. Jó. És leginkább szerintem ez a legegyes, nem? Nem ez? Úristen, egy ilyen kerek alakú lópikula, meg egy elalakú isten ilyen. Nem is létező dolgok ebben a dimenzióban. De! Ez létezik, nem, nem is olyan. Faszáó minden. Vagy távolabb hiszem. Talán még sose volt ilyen jó. Nagyon jó. A háttérben van egy... Egy jó kis polc, amit csak itt lerájva jelenleg. Mert még nem érkezett meg minden. Na mindegy. Ez szerintem maga a lánctalp rész lesz. Úgyhogy ez a végén vagy közöttén alkalmazandó, hogy egybe is hagynám. Tehát kell egy ilyen elalakú valami, ami olyan, mint ez, de mégsem az. Ez az. Tehát egy ilyet keresek egyrészt, meg egy ugyanilyet.
meg egy kerek istennyilát, amire rámegy. Talán egy ilyen... Ötletem sincs. Mert ezek nem ilyen, hanem konkáva belseje. Ami azért érdekes, mert semmi használni sem konkáva. Mert ez az! Ez létezik, hogy ez az? Az a gond, hogy az alját nem mutatja. Jó, legyen ez. Azt állítja, hogy ez megy össze. Ez már az. És ide megy egy sima kettes. Anyám. Nincs sima. Ez egy átfelés. De, itt van. Nem is átfelés. Ja, előre elnézést mindenkitől, mert hogy halálkoszosak a körmeim, pedig már 10 perce sikálom. Az egyiken CPU paszta van, mármint amennyit elő tudtam keresni, az mind a körmöm alá ment, a másik fele meg glett, amiről a mai napom szólt, úgyhogy az is bőven elég volt. Hogy micsoda? Tehát egy 4-es, aminek ilyen bigyó van a végén. Ami nem is olyan bigyó, hanem másik féle bigyó. Tehát egy ilyen 4-es, aminek... Szerintem ez valami kar lehet. Valaminek a karja. Akarja, hogy karja legyen. Akaratlanul kartonoság. Bazd meg ilyen mélység. Még kitalálsz. Ez az! Nem. Nem, ilyen, csak mégsem az. Hanem 4-es a lenyő. A legjobb része a Legóban egyébként az, amikor már nagyjából már közelítesz a megoldáshoz, és már kevés van. Ez mintha kellene majd a közeljövőben olyat állít. De csak oda rakja, mint 1-es. De nem kell rárakni. Jó, erre rakjuk, mert az lehet, hogy kell a közeljövőben. Kiválom. Nem tudom, hogy figyelitek, hogy halálprofi módon raktam oda egy QR kódot is, akit nagyon érdekel. Nem affiliates, úgyhogy nem kapok érte pénzt. Sajnos. Egy ilyen, mit tudom, 4000 forint volt, azt mondtam, hogy kibírom. Ettől függetlenül továbbra sem tudom, hogy hol a rákban van. Hol van? Bezárni a streamet. Ez így lehetetlen, hogy ilyen. És ezt, de ezt nem tudom oda rakni. Te neve baromság az ötlet is. Lehet, hogy ez úgy nem van. De kettőből van nem össze akkor. De, várjunk, mi? Bazd meg, ez nem is létező elem. Hanem ez megy alá, ez, és erre megy egy 4-es. Aha, hogy édesanyját térde kalácsa. Az. Jó, jó. Ezt azért keresettem majd darabig. Vagy két darabig. Vagy így illetnek így. Na jó, akkor csak egy sima 4-es kell válni. Ez már egy... hol? És hogy ezt miért streamelem? Ez egy jó kérdés még ezen felül. Ebben nincsenek 4-esek, mi? Nincs ebben semmi.
ilyen kéne csak sima négyes. Sima négyes. Hatosok vannak. Még meg elég sok. Lesz sötét. Nem, elvileg ilyen világos szürke szar színe van a rohadéknak. Kérjük, írják meg e-mailben, hogyha megölték. Nem, ennek van tetője, tehát ez nem sima négyes. És sima négyest ír. Ja. Tehát kétszer kettes, meg fekete elvonokú jó pikula. Ez megy rá, tehát ezt vágom. Ez megy így rá majd. Csodálatos. Dögöljek meg, ha értem, hogy hol van. Ez micsoda? Ez nem tudom, micsoda. Minden esetre ez is kell majd, ez a fekete lócsony. Ez nem tudom, hogy jól néz ki. Igen. Kiváltanánk valamivel. Mert ezzel tulajdonképpen fizikailag ki lehet váltani valószínűleg, aztán majd visszatérünk rá. Vagy történt már ilyen. Erről letöröm a két oldalát, és akkor jó. Az is megoldás. Nem tudom. Vagy B-verzió. Keresek két ilyen picit kétszer egyest. Egy ilyet. Meg egy ilyet. Addig kiváltjuk, amíg meg nem van. Tehát egyszer csak előkerül. Vagy alapból nincs. Vagy tényleg sincs. Nem baj. Kreatív. Jó estét, Pepe úr. Kreatív legózás lesz, mert fingom sincs, hogy hol van az a darab. Mindegy, erre mennek a feketék. Így. Így. És ez majd csodálatos dolog. Eddig eljutottunk 20 perc alatt. Konkrétan 20 perc alatt. Jó, na. Erre megy a rücskös genya, a fekete. Így, erre. Erre megy egy nem rücskös szürke. Ilyen. Hú, gyerekek, kombukja, ebből meglám a dolgokat. És egy ilyen vastag tömzsikerek genyó megy az oldalára, két oldalt. Tömzsikerek genyó jelen. Ide. Nem így megy le. De így megy le. És mind a két oldalára, a kettes, jó. Akkor tömzsikerek genyó kerestetik, kettes számú. De nincsen. Valaki írja meg tényleg, hogy hol van. Ez teljesen sima víz. Mi kezd előről? 6 darab szarságban összerakom. Ne égessetek ki. Itt van, biztos nem fogok alkoholt inni, de egyébként van egy nem tudom hány literes vodka fenn. Azt pont nem látjuk. Szóval egy ugyanilyet keresünk, csak kéne a másik oldalára, és nem létezik ebben a dimenzióban sem.
olyan, mintha nem jutottam volna ki még egy... még egy csomagot. Ez létezik? Ennyire nyomorék vagyok. Na, félrealakjuk a kerekeket, és akkor hát, ha lesz esélyem vizuálisan meglelni. De ez nem is egy sok darabos tudsz, az legszebb benne. Itt van, bazd meg, az orrom alatt középen, semmi probléma. Jó, halad ez. Évek kérdés, és összerakok egy ilyen 20 darabos geci. Rendben. Jó, most jön egy... Úristen, mi a rák az? Tehát elvileg a... erre a genyára kell rárakni két ilyen műtyűrt. Két tégla alkú műtyűrt. Aha, egy ilyen kis műtyűr. Egyrészt ide. Ez lehet, hogy a szeme lesz, nem? Nem, nem a szeme, mert az két. Az messze van egymásra. Itt még egy műtyűr. Még egy műtyűr. Ó, oh, gyerekek, meg van. Kúrva jó dolog. Egérpadra rakom a korsomat, igen, mert megtehetem. Sőt, még az, hogy az egérpadra rakom a korsomat, hanem a vadi új egérpadra rakom a korsomat. Kéne erre egy négyes kerek valami, amit majdnem felhasználtam az elején, de nem tettem. Milyen jól tettem. Az én hínség idején, amikor nem láttam meg az elején. Oj. Jó, most jön egy lapos valami. Lapossál a lakó, amivel találkoztam, tehát ez egy létező alkatrész. Ez az. És úristen, hova faszomba megy ez? Ja, még ide kell ugyanez, csak elforgatva, és annak a tetejére jön ez. Jó. Lehetséges. Hogy van ilyen. Jó, akkor elforgatva ide jön egy. Meg elforgatva ide jön egy. Így. És ez... nem is ilyen megy rá. Full átverés az egész. Akkor elvisz a AliExpress oldalra, honnan vásároltam ezt a csodálatot. Az történik. És nem ilyen kell rá, hanem egy négyes végű tudsz kell rá. Annak is így felkonkorodik az oldala. Ez az. Talán. Ugye? Ez az, igen. Hogy mi színes? Azt írja, hogy színes megy rá. Ez egy baromság, tehát ilyen színű nincs is benne. Ez valamilyen áramkör darab, ez fog az létezni. Na jó, kell egy sima 2x1-es a legtetejére, nem a hátuljára, és elől erre kell valami rákot rárakni, színes rákot. De szerintem nem. Tehát színes alkatrész nincs. Szponzorált videó? Bár csak az lenne. Szerintem a kékek, tehát ezek nem. Ez egy érdekes koncepció. És hogyha ilyet rakok rá, akkor mi van? Rakok rá ilyet. Ezt még tudom. Egyébként lehet, hogy van hozzá ilyen levonó, csak azt nem vettem észre, és akkor erre rá kell rakni. Faszom se tudni. Egy kicsit összerakok valamit, ezt fúra nem fog hasonlítani az eredetire. Jó. Ilyen kéne, csak világosba. Világos szürkével. Aha. Hát ez tényleg ide jön. Nem? Nem. Akkor hova? Nem, kettő van, és a másik oda megy mellé. Jó. Oké. Okay. Szóval, hogy a mai teszt jellegű stream.
egyrészt, hogy felmérjem, hogy hány millióan kíváncsiak erre a fantasztikus előadásra. Nem. De inkább azért, mert most nem webkameráról megy a cucc, hanem telefonról. Ami Wi-Fi-n keresztül kapcsolódik. És nincsen hozzá normális tripod. Úgyhogy ezért van ez a sülyeztett kígyó néve. De nem tudom, hol a kétszer egyes egyébként. Na mindegy is. És akkor van ez a kis probi, fel kell rakni a telefonra, van vagy 5,5 megabájt, fel kell rakni a gépre is. Wi-Fi-nekből meg is lelik egymást, be lehet állítani, hogy hány FPS, micsoda felbontás, így meg úgy. Még odáig is elmentem, hogy adtam érte pénzt, úgyhogy 2500 forint volt. Nem lehet, hogy a másik színű, mert arra azt írja, hogy kétszer, de közben meg egy színű. Viszont ez kell a következőhöz, jó? Ezt megláttam, tudtam, erre fel voltam készülve. Kéne ilyenkor egy másik szál, amin el lehet indulni, és akkor azt mondod magadnak, hogy fú, ez kell, bazd meg, ez hiányzott. Jó. Amúgy beszarsz, de van olyan Lego, amihez van távirányító egyrészt. Ez az egyrészt, hogy távirányító van hozzá, másrészt meg... be lehet építeni nem csak kis motort, hanem világítást is. Konkrétan távirányítós kocsiként működik. Nyilván ennek megvan a rizikója, hogy ha olyan alkatrészekből van összerakva, hogy szétugrál a 5G-s gyorsodás közben, akkor azt rakhatod újra. Én ezeket nem nagyon preferálom, nyilván lehet nagyon menő, ez elképzelhető, de nem bízok benne. Emellett marha drága is. Ezt hozzá kell rakni. Na, fekete alkatrész kerestetik, kettő kicsike, aminek két lyuk van az oldalában. De körülbelül semmiféle fekete alkatrész. Ja nem, sötét szürke, elnézést, azért nem lelem. Az agyam van. Tehát sötét szürke. Nem ilyen, mert nem ilyen. Lehet, hogy még egyébként úgy lenne még célszerű, hogy ti is látjátok, hogy mit nézek, ki tudja. Van értelme vajon? Úgy jobb, hogy mindenki együtt szenved. Ez kérem nem Markov zene, ez egy Need for Speed. Hot Pursuit, alias Need for Speed 3 feldolgozása. Ettől függetlenül nem tudom, hogy mennyire népszerű a markósok körében. Ha markós lennék, akkor erre szívnék ezen felképpen, ez nem vitás. Továbbas ellen ezt az okat részben. Ez micsoda? Ez ilyen... bontató dolog. Ez ebbe belemegy. Fú, bazdmeg. Nagyon komoly dolgok vannak itt. Teljesen illegális alkatrészek. Tehát ebben van lyuk, de fúra nem ilyen kell. Az a legszebb az egészben. Tehát ez megvan. És akkor kétszer. Szürke. Szürke. Aha! Egy ilyet kerestetik még egy. Úristen, a hajó az ilyen, nem tudok, valami 3000 darabos, tehát ilyen sebességet szerintem az évben nem rakom össze, de az egyik van a fájnak.
Ez már hasonlít valamire? Szerintem itt be is zárjuk a streamet. Elkészült, parancsoljatok. Legyen halkabb? Túl hangos, ahhoz édesanyám. Mindig van valami bajt Kálmán. Tessék, ilyen nagyon langyos, halk, markós zene aláfestésnek csak kizárólag. Nagyon jó. És a közönség örjünk. És milyen a, na várjátok, milyen a képminőség, mert hogy ezen a lényege, hogy teszteljük a képet. Tehát ez egy fantasztikus 60 000 forintos telefonnak a fantasztikus, még ennél is fantasztikus optikájával rögzítődik az agyatokba. Na, most jön két kicsi kék, amit azért fel akartam használni, de nem tettem, mert jól tettem. Ide jön egy részt, meg mellé megy egy másik rész. Így. És ilyen csöves bánat menne a csőbe. Mi? De ez nem jó. Nem is így néz ki a képen. WTF, ide is kéne valami. Ne basszatok fel, akkor nem jól mutatta. Akkor ide azért nem láttam a legelején 4-es 15 percig, mert ez nem létező darab, mert ide egy ugyanilyen kell, mint ez. Hogy esetleg a kurva anyátokat. Édes Istenem. Bazd meg. Mi igaz, de bontsam vissza, meg kell... meg is van legalább. Jó. Tehát a kettes helyett ez kell, ez a 4-es. Amit az elején rajzol is, de tulajdonképpen nem úgy mutatja a... Meg az anyja neveli több hónapon keresztül, utána megszüli, azt akkor ilyen szarokat csinálva. Édes faszom. Pereputja. Bazd meg. Akkor ez nem is kell. Hát ez elszomorító. Ez felettébb kiábrándító. És nem tudom, hova rákba raktam a másikat, amit kivettem, mert megváltam. Na, visszamegyek az elejére, mert amúgy fingom sincs. Tehát... De ez azért érdekes, mert annak viszont nem ilyen a... Nem. Tehát ez megy így rá. Így. És... hogy van? Erre megy a fekete. Jó, erre megy a fekete. Egyszer. Kétszer. És akkor a feketére mennek a... szarságok. Így, ilyen irányba talán. Ja, és akkor itt van oldalt. Ez a két lyuk. És a két lyukba megy ez egyszer. Várjál, jó rendben megy. Szimmetrikás, jól van. Tekerjünk vissza, tehát ide jön egy. Amúgy igen, most már úgy néz ki, mint a képen. Ez egy komoly haladás amúgy. Jó, és még egy ilyen. Vagy nem. De nem így lók ki. Nem is így néz ki. Ó, oh, bazd meg. Tehát ez rendben van, hogy ez az elem szimmetrikus, csak nem ilyen kell bele. Ki se jön. Tehát elvileg olyan lenne, ami nem szimmetrikus, tehát az egyik oldala kisebb. A kicsi rész lóg ki. És nem is fekete, várjál, akkor ez, mert ez szürke és kicsi lógré. Jó, ez jó, ez jó, ez kell nekem. Egyszer. És ez könnyebben is belepattant. Tehát ez létezik, hogy ez nem, ez nem sötét. Érdekes. Tehát sötét, szürke. Ezeket közben letéptem, és nem tudom, hogy voltak rajta.
Való faszom. Hát így van akkor. Erre van rajta egy kerekbigyó, a másik oldalt meg egy túlszos kerekbigyó. Csodálatos. Mindig is egy ilyenre vágytam. Jó, megy rá egy kék. Mondom, egy rá egy kék. És akkor ilyet keresünk, csak sötét szürkébe. Ami nem hiszem, hogy meghatározó, hogy milyen színű, mert tudja, hogy belül lesz ez az alkatrész, és élő emberre nem fogja látni, hogy milyen színű a bigyó, aminek a végére biztos, hogy rámegy valami. Ergo takarásban van. De egyébként itt van jobb. Problem solved. Jó! Most van ez a ortopéd trapéz, amit az elején meg is láttam, és mondtam, hogy ez tök jó lenne, ha letörném az oldalát. De aztán mégis életben hagytam őt. Egyben és életben. De még csak nem is kicsi darab, hogy neveljem meg. De akkor ez az? Ez létezne? Tehát ez feljel lefele megy rá így, és arra megy egy kör alakú gedva. Egy ilyen. Gedva. Nagyon jó. És érdekes volna hasonlít a képre, amire van ábrázolva. Jó. Most jön egy csapott hátú kék valami ide. Ez egy nagyon fontos dolog. És ezt keresztbe egy lyukas ötös. Egy ilyen. Nagyon jó. Ez még mindig nem hasonlít semmire. Jó. Azt mondja, hogy... Hogy mi? Ja, hogy ezt össze kell rakni, és úgy megy rá külön. Úristen, tehát... Ha így van az eleje, akkor ide megy az oldalára valami. És csak ezen kapaszkodik, ez létezne? Hát az úgy le fog esni róla, hogy csak úgy nyekken. Ki találta ezt ki? Én is, de tudták vagytok. Tehát egy ilyen horpaszgenya sötét szürkéből, nem, világos szürkéből, ilyen színű, mint ez. Tehát ívelt genyó, amivel kandozásaim során egyébként találkoztam is. Lehetett vagy 20 percen. De hát már arra sem emlékszem, hogy mit reggeliztem. Ilyen egy igazi, hogy is hívják. És ebből kell még egy, meg egy kétszer egyes, aminek ilyen slot van a végén, amit szerintem bele kell csúsztatni valamibe. Talán. Ilyen. A slot van a végén. Így. És akkor rámegy az oldalára. De hát ez így lötyög. Ez így szar. Ez így fos. Ez egy családbarát stream egyébként. Üdvözlöm a kicsiket. Jó, hogy LEGO játék van kint, és nem 18 pluszos, én megkáromkodok magyarokkal. De hála Istennek a Twitchnél nem tud senki magyarul. Meg élő embert nem érdekli, hogy én mit csinálok itt. Jó. Ez a teteje. És akkor még egy ilyen vágott genyát kell hozzárakni. Ilyet. Nagyon jó. Ez még, tehát hogyha lehet valami instabil, akkor ez még kurvára instabilabb. Ez csak tényleg a lélek tartja. Ha esetleg van valami dübörgés a háttérben, az a villamos lesz, hogy a rohadás ölje meg. Jó.
Fekete rúd. Igen. Sima. És akkor ez belemenne a fekete áthidaló genyába, hogy tudod, bele akartam erőszakolni, nem jó helyre. Ebbe belemegy. És tényleg belemegy. Igen. De mennyire kell neki belemenni? Azt nem írja, nem. Hogy meddig van benne. Jó, legyünk olyanok, hogy bennem egy félig, és akkor felül, hogy van, így mutatja, és erről megy bele. Mondom, nem már, ez nem megy bele. Ennek bele kell menni, jó? Tehát ennek nem is olyan az a belseje. Ebben én nem vagyok teljesen biztos, hogy ennek bele kéne menni. De egyébként ezt mutatja. Nem olyan a két oldala. De amúgy belemegy, érdekes mondjam. De lehet, hogy benne van a rúd, akkor feszíti. De akkor meg hogy a rágva megy bele? Ha így belerakom, és a rudat utólag rakjuk bele. Na. 300 IQ. Mindenki kapaszkodik? Bazd meg. Vagy lehet, nem is ez rúd nem benne. Nem tudom, belemegy egyébként csak. Az! Vakítsál is meg. Bazd meg. Biztos nem esett le az a rész, amit mondtam, hogy kurvára csak a lélek tartja. Egyrészt. Másrészt meg fingós is volt többi. De öreg vagyok én már ehhez. Hogy van? Erről van ez. Így. Na még egyszer fussunk neki. Tehát ebbe belemegy. Így. És csak kicsit megy bele, akkor mi van? Semmi. Struktúrális, ami kicsit nyomorika. Hát ez biztos bele nem megy. Ez mi a fasz? Ilyen a világon sincs. Tehát itt van, és erről kell neki belemenni. Takarodjál meg. De ha mi? Az az érdekességem, hogyha nincsen beledugva a rúd ebbe a rákos kis fosadék szarba, akkor belemegy, mert nem feszíti. De ha benne van, akkor meg nem megy bele. Mert miért menne bele? Mert egy szar büdös senki házi legó valami ez. Most szétszedtem rá, nem tudom, hogy mit szedtem róla. Ez legszebb az egészben. Jaj. Oké, mi a következő lépés? Az is jó kibaszlám. A következő lépés az, hogy... De akkor nem is kell bele a rúd. Na jó. Oké. Rámegy. Ez is rámegy. És megpróbáljuk a rúd nélkül. Mert úgy igazából működik. Nagyjából, körülbelül, csak-csak talán. Esetleg.
És levettem, és hajnag gőzöm sincs, hol van ez az. Talán ez az. Tehát ez képes van erre egy. Meg erre van egy. És így van, és régen egy ilyen valami. És oldalt megy be egy ilyen. Mondom, belemegy, igen. Meg másik oldalt megy bele egy ilyen. Bazd meg. A rohadt anyját neki. És erre megy külön-külön két ilyen, nem tudom, olyan, mintha motor lenne. Motorgázpedál. Ilyen, ilyen szintű, színű. Elvileg világosabb, tehát akkor ez. Szevasz, Szopi! Pont időben jössz meg, mert körülbelül semmire nem haladtam. Ennyi? Úristen, majdnem egy órája megy már. És ott járok, hogy sehol nem járok. Ez körülbelül a robotnak a köldöke, így ránézésen. Jó, egy ugyanilyen rákot keresek. És meg is van. Csodálat. Boldogsággal tölti el kicsi fekete szívemet. Jó. Fú, akkor ezt félre rakhatjuk a köldökét, és most jön a karja irányítése. Ilyen elalakú szarság. Na jó, ezt szépen ide rakjuk. Biztonságban és csendben legyen. Ez összenem, akkor kettő nagyon jó. Jó. Na. Elalakú, egyszeres. Ez egy ilyen könyök lehet, azt el tudom képzelni, hogy könyök. Vagy hát így ránézésre kar volt. Azt köszi, az hol a rága van. De tényleg, tehát annyi dolguk lenne, hogy úgy csomagolják össze, hogy én ne kapjak agyrákot. Se. De nem, azért. Nem, ez kell egyébként. Ez kell, és akkor ennek négyes kereszt szalra van, és ebben megy egy ilyen, meg ebben megy egy ilyen. És akkor nagyon csodálatos. Ilyen jó, még talán sose volt. Jó. Mondjuk itt nem derül ki számomra, hogy mit csinál vele. De ha igaz a kép, akkor ez tényleg a karja. És majd még ezt ugyanegyszer meg kell csinálni a másik oldalt. Szimmetrikásan? Szimmetrikusan? Hallod? Múltkor minőtt mit raktam össze? Nem is tudom, mit raktam már össze. Ja igen, a Lego Bastion-t. Az körülbelül 3 vagy 4 órán át raktam össze, pedig ez így ekkora kis fos. Tehát egy semmi. Egy lófasz. És szenvedtem annyit vele, mint az állat. De ott konkrétan fél óra elment arra, hogy egy alkatrészt megleljek. És egyszerűen úgy kellett megcsinálnom, hogy üresen hagytam, és valahogy körbeépítettem valamilyen furmánnyal. És reggel kikelek az ágyból. Ja igen, az ágyon raktam össze természetesen, mert akkor még csak az ágy volt ide lehozva a lakásba. És reggel felkelek, kiülök az ágynak az oldalára, és jasszom, hogy katt. Így leesett az a földre az ágyban. Mondom, bazd meg, ezt kerestem fél órán át. Rohagyosz ketté. Jaj. Na. Hát ide jön egy kicsike, amit bele tudunk rakni az ő kis kezébe. De ez viszont mi? Ez ilyen világos szürke akar lenni? De csak akar? Lehet, hogy nem is csak akar, hanem létezik. Ez egy létező darab, jó, megvan. Csodálatos. Jó, és akkor erre jön egy
Egy ilyen műanyag ráhúzós téma. Egy ilyen csak világosabb. Piu 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 piu. Hol a szürkéje? Ez is sötét szürke, de ez sem jó nekem. Meg talán ez. Nem, mert a másik vége is vele kell, hogy menjen valahogy. Nem is vagyok benne biztos, de az sima. Teljesen sima, azt írja magáról. És ráadásul abból kettő is kéne, hogy legyen, mert hogy van még egy másik karja. Tehát ergo kettő közül sem lehet megvalni. Mintha ez is kéne majd később, ezt oldalra rakjuk. Jó. Ezt nem tudom, hogy lehet. Szerintem ez egy legyen be létezne. Hú, ilyen a csuklója neki, csókolom, ez nagyon durva. Hú, hyperrealistic. Robot csukló. Még egy robot csukló. De ezt lenem meg közben, kurvára nem is ez kell. Imádom. És ez a másik rész a robot csukló. Nagyon jó. Jó, két robot csukló egyébként már megvan. Hivatalosan akkor ugyanezt rakhatnám össze, csak szimmetrikusan. És most előre tudok dolgozni, mert gondolom én ugye így fog kinézni a másik oldal, csak tükrösen. Ajaj. Ezt a kis zömök hordó lakó genyát, mit tudom, direkt lehet, hogy nem is olyan színű, hanem ilyen színű kell rá, létezne. És a furák egy basszínek. Nem, ez sima szürke kéne, hogy mondjam. Vagy a továbbhaladás érdekében felrakom azt a sötét szürkét, és akkor már lesz valami lesz. Itt tényleg nem látok ilyet. Viszont ebből a sötét szürkéből tényleg kettő van, és ilyen kell nekem. Jó, hát megpróbálkozunk vele. Ez így van, megy rá egy ilyen. Igen. És arra megy az ez. Ja, de várjál, akkor oda. Ilyen, és... Most az a kérdés, hogy melyik része? Ja, ez a része. Így. Ó, nagyon jó. Fú, sose volt még ilyen jó. Gombás tejfölöscsik. Ó, miért raksz bele gombát, ember? Miért csinálod ezt magaddal? De egyébként jó itt vágyat. De ez tényleg full klasszikus, hogy aki kint van, azon a börtönszigeten mindenki azt mondja, hogy szarakalja, de... visszasírja a magyar kajákat. Na, és akkor ebnek lesz egy ilyen keze, ujja, lába? Nem tudom, én nem vagyok kiegyezve a gombával, mint olyannal. Ez megy bele? Ez létezik? Ez megy bele? Ez megy bele nekünk. És régen megy bele, így. Mondom. Pazd meg, és lehet nem is ez megy bele, csak én beleröltöttem, nem nyomom bele teljesen, mert nem lesz jó vége. Jó, erre megy erre a vonóhoroggedva, amit az elején láttam. Ez a fura szarság. Ez fogja, ő, a kezével. Amit egyébként nem így fog, mert fordítva fogja. Így fogja. Így. És akkor erre mennek rá a kis ujjat, Kály. Mi a szarom, azt te jó ég, nem is láttam ilyet. Érdekes. Ilyen kis fosadékok mennek rá, jelenleg. Nem,
De, ilyen megy rá. És akkor abból kettő? Vagy három, kettő. Egy megy rá így. De van ilyen is. És ez ugyanígy néz ki, csak mégse. Vagy mi a here van? Nem is értem. Vagy ez ide jön középre? Így. Ki látott már ilyen csodát? Bazd meg. Vagy... Csak nem tudom, hogy melyik a hosszabb, rövid. Na, a leírás amúgy mit állít magáról? Nem, az három egyformát állít magáról. Tehát akkor három kicsi lenne? Nem tudom, melyikből van több vagy kevesebb. Elég érdekes. Ilyen. Meg talán nem is ugyanolyan színűek. Vagy tudja rá. De kicsit rakjuk, hanem a kicsivel több van. És akkor biztos lehet rárakni dögivel. Azt mondja, egyszer így, meg egyet így invertálva, és akkor dolgokat meg tud fogni. A helyrétben jó belekapaszkodik, bazd meg, letépi egyből. Nagyon komoly dolgok vannak. Csodás, és szerintem akkor ezt szimmetrikusan el kell követnem. Na, álljátok messzre, akkor el lehet rakni az oldalán. Van egy torzong, meg egy kezünk, csókolom. Kérnék egy üdvrivalgást, minimum. Jó. Tehát, van egy ilyen. Egér Bungie. Ez egy külön kérdés egyébként, mert most volt a Quake van. Meg egyébként bármikor, amikor betévedek a TVR-ra és ott is a tech szobában, hogy mit akarok én kábeles egérrel. De nekem egyébként különösebb problémám nincsen vele, megmondom őszintén. Én attól herótot kapok, melóban használok wireless egeret. De azt töltögetni, vagy cserélni benne, vagy bármi. Fura. Nem jön át ez az élmény. De nem kell csinálni semmit, nem kell tölteni, nem kell vele semmit csinálni. Most már elértünk abba a fázisban, az emberiség elért abba a fázisban, hogy az egérkábelek így tűrhetőek. Nagyon, tehát ilyen jó kis cipőmadzag, semmi tartása nincsen, tehát nem viszi arra maga a madzag az egeret. Annyi a történet, hogy tovább kell neki menni itt, és felemeli, és csak annyit hagy rá, amennyit kell. Nem találom indokoltnak, hogy az Atya Úristen is wireless legyen. Szerintem ez kicsit így túlzás. Legyen a füles wireless, legyen a telefon wireless, legyen a óra wireless, legyen a egér wireless, legyen a billentyű wireless, minden wireless. És ha belegondoltok, ez valami végtelen mennyiségű aksit emészt fel a történet végén. És akkor sírunk a végén, hogy miért is építjük ezt a rengeteg sok gyárat? Hát azért, mert van rá igény. Mert az emberek kilóra veszik az akkumulátort. Hogy raktam? Erre a tetejére raktam? Vagy hogy raktam? Várja. A tetején erről jön. Így, és akkor ez jön alulról. És akkor párhuzamosan mind a két helyedet el tudja kapni. Így. Fantasztikus. Na,
Mi óra? Mi óra? Jaj, dumáltok itt közben. 3 óra. Igen. 16 éve. Ja, karórára mondom, tehát smartwatch, aminek az a lényege, hogy plusz információt adsz a cégnek még ezen kívül, hogy mindenki tudja már, hogy milyen a szívverésed, milyen a orvosi állapotod konkrétan. Szerintem ezt nem is szabadna hagyni. Tehát izomból adunk át teljesen privát adatokat a cégeknek. Na. Szóval egy ilyen kell nekem, és bele kell rakni. Hát egy ilyenbe kéne belerakni, de valójában majd mégsem. Nem derül ki számomra, hogy ez most fekete vagy szürke. Nem tudom. Rakunk bele ilyet, szarok bele. Elvileg egy ilyen megy bele, és akkor ez csodálatos dolog. Hát, na ez az. Ez szerintem a feje lesz. Bár nem vagyok benne hagyban győződve. Úristen, ez milyen alkatrész, te? Ez egy... Faszon tudja, milyen alkatrész. Ez megy rá. Egy bigyó. A bigyó tetejére megmegy egy kerekbigyó. Ez létezik, hogy ez rámegy. Ez kizárólag talán. Ez menne rá? De nem is így néz ki a képen. Mi a fuck? Kerek valami, de nem így néz ki. Vagy ez menne rá? Nem ilyen egészen vastag szarság. Úristen, milyen alkatrész? De vizuálisan nem is ismerem fel. Passz. Ez egy érdekes dolog. Ez vagy az oldalán? Nem, ez vagy az oldalán. Így. És ez is kurvára instabil, hogy itt az oldalán van, mert nem fogja semmi. De ebből csak egy kell. És akkor a hátuljára mit rakok? Csókolom. Hogy lehet ilyen szarul lerajzolni valamit? És oda van írva, hogy ez az alkatrész nem is kell. Mi az, hogy nem kell? Ha nem, akkor miért van ott? Ezek hülyék? Igen, nem is értem. Ez mi a tetejére? Akkor mi a lótetű megy a tetejére? Ugye fordítva megy rá. Aha, tehát így megy rá. Csak arányaiban teljesen máshogy néz ki. Vagy én nem tudom, mi a fak. Ez amúgy micsoda? Ez az ő... Halvány, ez a fingom sincs milyen... combja. Tehát eddig rendben van. És ezt rárakom, akkor...
Amúgy belepattan, érdekes módon, tehát létezik, hogy tényleg így kell kinéznie. De halál hülyén néz ki. Érdekességképpen. És ebben még kéne lenni még egy alkatrésznek. Pedig nincs. Azt most akkor mi van? Egy ilyennek kéne még lenni benne. Egy ilyennek. Hát ezt hogy a rágba rakom bele? Hát ez egy átverés. Nem is mutatja sehol, hogy egy ott kell belerakni. Ez full érthetetlen számomra. Ez totál. Egy másféle kerek cucc menne el? Mit ez van? Egy ilyen megy el? Nem. Egy olyat mutat, ami három egység széles. És ez megy a tetejébe. Ez. Inverz állapotba. Valahogy. De ez mibe tud belemenni, az a kis nyomorékom, ami. Ez full hülyeség. Amikor így vizuálisan sem, bazd meg, ez kell oda. Ez kell oda. Tehát nem is ez a nagy dög kell oda. Még jó, hogy nagy a kör van. Jaj. Tehát azért nem ez kell oda, és nem úgy néz ki, mint ez az alkatrész, meg kurvára nem az kell oda. Jaj. Anyám. Egyébként tovább sem teljesen logikus számomra, hogy hogyan működik. Ez a dolog. És ebből szerintem kettőnek kell lennie, mert párhuzamosan mind a két oldalon kell lennie egy ilyen combrésznek. De lehet nem combrész ez, hanem valami aksi tartó. Talán. Ez micsoda? De jó, ez gumi, ez izé, ez a legvégén majd kerék gumi. Itt ez nagy ennek lesz majd a gumia. De rendben mire. Az friss. Közben egyébként leesett valami. Mert hogy megláttam, amit kerestem, ami egy teljesen más kerek alkatrész, de mégsem. Jaj, bazd meg. Tehát ide jönne oldalt neki valamilyen. De az előbb meglehetem, és köszönöm. Leesett? Mert nem hallottam, hogy leesett. Vagy a pulcsin leesett volna. Áj, bazd meg. Jó. Szerintem menjünk tovább. Vagy ez az? Talán ez az. De ebben sem vagyok biztos, szerintem ez a kereke lesz. Ránézésre. Ez. Ez a fosadék kis szardarab. Tehát erre rakunk... egy ilyet. Így.
és... és erre menne ez rá? De a világon sem igaz, hogy ez, hogy ez, hogy ez összemegy. Ha ez rámegy a tetejére, akkor mi az Isten megy ennek a tetejére? Ez így fordítva, így. Az tök vagány, csak nem így néz ki a rajzon. És még ezen kívül kell bele még... még egy ilyen is kell bele, amit abszolút sehova nem megy. Tehát egy vicc kategória. Ez totál értelmetlen számomra. És ezen kívül még ebből kiáll valami gyűrönyök fasz is. Ez aki nem sima gyűrönyök fasz, ilyen áll ki belőle. Isten tudja miért. Mert ő Isten sem tudja. Bazd meg. De... na, hát a kibaszok vele, mert eleve belerakjuk, és akkor... nem? Nem is ebbe a részébe kell belerakni. Várjunk, tehát így van. Ő így van. Nem, hogy van? Így van. Így. Így. Ó, fasza. Nem. Ez az elején van itt. Ez pedig... bárcsak rámenne. Tehát így kell kinézni. Ezt a csodálatot értük el. Úgy, hogy még mindig nincs benne minden alkatrész. Ötletem sincs. Nem lehet, hogy a hátuljára kell, amit nem mutat? Mert hogy ezt itt akkor le tudom zárni. Így. És még így sem egy csodálatos, egy gyönyörű szar, akármi is legyen ez. Nem, mert amúgy ugyanilyen feketének kell lenni a hátulján, ami egyébként szürke, mert színvak vagyok, vagy nem tudom. Egy ilyen hármasnak szerintem, vagy kettesnek. Ezt el tudom képzelni, de ez egy négyes, ez sem jó. Ezt akartam kifejteni, ami érdekesség, vagy nem érdekesség, ki tudja mi az, hogy van kamera, és még én is tudtam rájönni, hogy hogyan kéne ezt a dolgot megalkotni. A koncepció az lett volna, hogy felülről nézni az egészet mindenki. Mert akkor látszódna is madártáblatból, csak ilyen őrült kicsiket ripotban most nálam. A legót meg össze kell rakni, haladni kell vele. De rendeltem egy kevésbé kicsiket ripodot már. És lehet, hogy egyszer megérkezik. Többek között tehát ezért volt teszt jellegű stream. Nem tudom, egy ilyen kéne, csak sima végű oldalú. És nincsen ilyen. De ez meg négyes. Érdekes. Ez is egy négyes. Ez egy kettes. De mire összerakom majd az összes legót, akkor szerintem kialakul, és akkor már nem kell összerakom a legót. De tényleg kéne valami jobb
cucc, amivel... Itt van. Amivel mindent láttok. Mindenki mindent lát. Így. És ez hova megy bele? Ez a... Ez valahova ide megy bele. Hogy mi? Ide? Ez létezik? Ide. Ez a combja. Nem, mert ide mutatja, hogy... Hogy itt van. De miért? Miért van ott? Ez mit csinál? Na hát, fingom sincs, mit csinál, de itt van. És csodálatos, hogy itt van. Bent több is tolom. Jó, most jön a... Ez a... nem tudom micsoda, ami... Amiben van egy húrka, egy fekete húrka. Egy nem egyenes ívelt húrka, egy ívelt húrkánk. Fekete húrka, hello. Cukros májas. And shit like that. Jó. Hát ha fekete húrka, akkor fekete húrka. Én aztán nem ítélkezek. Jó. Kell egy szürke. Amiben megy egy fekete... Ilyen? Ilyen. És abban megy egy egyenes húrka egyenlőre. Ami szintén fekete, de nem ez, hanem rövid és fekete. Ez létezne, hogy ez megy bele? Jó legyen. Ennek megy a tetejére egy kis kék, ami a képen valamiért sötét kék. A jóisten tudja miért, és alulra megy. Vagy mi? Can be replaced. Ennek a másik oldalára is megy egy ugyanilyen szürke genya. Ilyen. De lehet, hogy egyébként ennek a része kell, tehát nem is jó. Nem is jó irányban van. De hát nem is lehet jó irányba, mert alulra kell belerakni, és akkor ebbe megy bele. Ó, bázi meg. Tehát... Akkor... Erre megy egy ilyen. És a végére megy egy fekete. Így. Isten. Ez egy csodálatos dolog lesz belőle. Talán így. Talán. Ez viszont szorul, mint az állat. Ez egy jó jel, vagy nem tudom. Jó jel? Érdekes. Jó. És ennek a tetejére megy, erre megy a, ez a sima négyes szerintem, nem? Nem? Nem. Kúgara nem. Vagy túl közel van, ezt tudom elképzelni. Nem bágom. Nem kell rámenni a teljesen. Ennek a végére megy egy ilyen ferlegénye. Szerintem egy ilyen kéne csak sötét szürkében. Azt nem fog, itt van. Nem fogom meglátni, de. Valójában de. Jó. És tegyük fel. Hogy ennek a tetejére kell egy ilyen. Nem, ide kell egy ilyen.
falán, de így meg lehet túl hosszú. És a tetejére kell egy ilyen, és elvileg itt kicsit túllóg. Igen, így, akármi is ez. És a másik oldalán itt kell rá két kék. Itt egy. Meg itt egy. És ezt a valamit, na ide is kell még egy kék alulra. És ezt a cuccot fogja valahogy egy valamilyen hosszú kézzel. Amit én sose láttam ebben. Hosszú kéz. Vagy egy ilyen lenne, egy ilyennel fogna, amiben megy egy hosszú rúd. Mi várjunk. Mert ilyet láttam, tehát ez megy bele. Így. Így. És ezt fogja oldalt valami szar. Úristen, ez hogy megy rá akkor a robotra? Atya világ. Egy külön kis kar fogja. Így. Ez olyan, mintha valami biztonsági kamera, vagy én rák tudom, hogy ez. Elvileg nem megy bele teljesen, hanem mondjuk idáig. A hurka, hurka csücske kint marad. Van amúgy mikrofonálvány, tehát nincs is azzal gond, egyszerűen nem vagyok most jelen az összes tripodommal. Mert ha minden igaz, van nekem egy tripodom otthon. És... bent ül egy fiókban. De nem az itteni fiókban ül, hanem debreceni fiókban ül. És minden igaz, ez oldalt így belemegy a seggébe, avagy farpofájába, avagy azt a rohadt betyár, menj már bele. Így. Nem tudom, hogy basztatok-e már ilyen gyönyörűt. Jó. A képen is így néz ki amúgy. Érdekes módon. Na jó. Kell egy ilyen kicsike szürke, és ezt megfogja két szürke bigyó. Valamiért, valahogyan. Egyszer. Egy ilyen fogja meg. Meg még egyszer meg kell neki fogni valahogy. Egy ugyanilyen bigyónak. Aha, ő lesz az. És középen kell nekem lenni. Csodálatos. Mindig is egy ilyenre vágytam. Na, úgy megyünk tovább, hogy... kettes az egy... ja, erre mennek kezek. A három kezek. Szerintem ez lesz a hosszabb szürke kéz. Így. Így. Nem, három keze van? Vagy hogy működik ez? Minden esetre így van. A három kéz, kettő kéz, az tart még egy ilyen szürke hosszú valamit. Amit bárcsak látnék.
Itt van mi. Csak szóljatok. Rendben van. Így. És ide jön egy ugyanilyen oldalú, csak kétszer egyes a másik vége. Tehát egy rudas kétszer egyes. Majd kellően hülyén fogalmazom. Egy ilyen. Szevasz, Refi! Egy ilyen megy rá. És a kettőt ugyanezt köti össze, csak ott meg két karra fogja meg, de ugyanilyen kétszer egyes. Micsoda? Nem is láttam ilyet eddig. Végülis csak egy... mennyi? Atya, másfél órája ülök itt körülötted, de nem. Ez az. Ez egy létező dolog. Jó. És ez összejön így. És ez miért jó? Ez hova megy? Igen, és akkor most jön az ötös rész, amikor is... Micsodát? Kinek a fia? Úristen, nem is tudom milyen alkotrész ez. Halljátok, ennek a filmnek egyébként az a különlegessége, hogy lehettem vagy sem ennyi. És van egy ilyen rész, amikor majdnem meghal a robot, vagy egy konkrétan meghal, és vagy visszajön az életbe. Huligánok az utcán megverik, vagy valamilyen hasonszörű, fantasztikus fordulat van benne, és emlékszem, hogy még talán akkor óvodás se voltam, hogy ilyen ilyesmikorú lehettem, és annyira bőgtem rajta, hogy meghal a szerencsétlen robot. De utána újra élet. Happy end, minden fasza. Na, ilyen alkatrész kell jönni. Ilyen kis pisztoly, vagy fagylalt, merő, vagy nem tudom mi akar ez lenni. És erre megy két kicsike bütyök. Egy bütyök, és tényleg rámegy. És még egy ilyen bütyök kell rá. Akárhol is legyen. Na, például ez. Így. Amúgy, ja, valami ilyesmi. Tehát szét is vágják talán, és akkor az űrge az összerakja utólag még egyszer. Úristen, milyen ezzel? Nem is vágom, mi az. Tehát nem is látom, hogy... Tehát erről nézzük, így, és ide kell rárakni valami szart. De hogy mit? Egy ilyet? Nem. Tehát akkor az nem hármas, hanem az egy négyes. Négyes szürke. Ilyet. Így. Egy ilyet rakunk rája. Sivatagi rája. Egyébként a film neve rövid zárlat. Short Circuit. Van neki első, meg második része is. De már nem tudom, mi történik a második részben. Az egy maradt még meg benne, hogy a robot az olvassa a történelmet. És ilyen őrült gyorsan lapozza a könyveket. Na, ez az arany valami, és akkor be kell hajtani az arany valamit. Még másik oldalt is rámegy egy aranybigyó. Így. És akkor ez így nagyon jó. Talán még sose volt olyan jó. Még van a hetedik része is. Na várjátok, mi a hetedik lépés? A hetedik lépés az úgy van, hogy erről nézem. És... három darab lyukas tégla kell bele kétszer egyes. Na jó, az már most már átverés. Tehát egy ilyen csak kétszer egyesben, nem egyszer egyesben.
bárhol is legyen az, akármi is legyen az, egy egész megvan, kettő egész megvan. És három egész megvan, jó. És a három egészet akkor nem kettőt, a fekete áthidalóval kötünk össze. Egy ilyennel. Egyszer. Ezt nem megy nektem azt a lépést, de elvileg ez megy bele. Nem. Tehát ez az első lépés, hogy összerakom, a harmadik lépés az, hogy ezt mellé rakom, és így bele nyomom. Bazd meg, ez piszkosul szorul ám benne. VTF. Ezeket összenyomom már. Várjatok. És húlik belőlem a Lego természetesen, azt még kerestem valamelyik figurát. Jó. Amikor annyira szorul benne a kibaszott rúd, hogy a konyhapulton kell összenyomni izomból. De benne van. Jelentem, benne van. És akkor ez megy ennek a tetejére. Ez egy fantasztikális, csodálatos fantasztikum. Ez mi a rákom? De még nem derül ki, mi a rák, mert még mindig kell rárakni valamit. Most kell az egyszer egyes kell rakni, nem mondtam, hogy olyan, mintha nem, de mégis. Ilyen megy rá. Így. És még egy ugyanolyan a másik oldalára. Jaj, világ legkisebb kis szalját kell megint megkeresni természetesen. Ennek megy ez. Szerintem ez lesz a feje, tám. Ez lesz a szeme. Ez meg a... Most mondanám, hogy a orra, de nincs neki orra. Tehát akkor csak nem ez a feje. Érdekes koncepció. Na mindegy, kell még egy ilyen, biztos, hogy kell. Meg kell... Bácsit meg lenni, bazd meg. És akkor ilyenkor van egy kis félelmem, mert azt hiszem, hogy amikor itt örjöngtem, meg összeraktam a legelején, akkor lehet, hogy elgurult. És már soha nem kerül meg. Vagy holnap reggel kerül meg. Vagy a jó Isten, itt van az óra mellett, bazd meg, olyan vak vagyok, mint három másik. Jó. De még mindig nem derül ki, hogy hova megy, mert még mindig kell hozzá alkatrész. Szóval... Szerintem ez a feje lesz ettől függetlenül. Ez lesz az arca neki. Itt ez nem erik, jön majd egy ilyen szemöldökszerű, rákos, Isten tudja, meg franc. Vagy nem. Vagy hát robot szemöldök. Ez mondható robot szemöldöknek? Ó. És akkor ez kell még a másik oldalra is. És ebbe megy egy kis bigyó. Egy szögletes bigyó, meg egy kerek bigyó. Szögletes bigyó. És kerek bigyó. Ilyen. Na még egyszer, akkor ugyanezt, akkor ez megy. Szögletes bigyó. Kerek bigyót azt látok, az már egy fél siker. Szögletes bigyó? Úgy vélem ez az.
amit áhítottam. Az meg. Így. Azt hittem, hogy széthúlik a kezembe az egész. De még mindig nincs vége. Ide kell egy fekete. Fekete óra van neki? Ilyen számomra abszolút nem rémlik. Fekete óra nem van neki. Viszont ez lehet, hogy a szemöldökéhez van, mert ezzel megy felle-felle. Ja, ez lesz az arca amúgy. Jó. Jó van. Jó irányba megyünk, emberek. Előre megyünk, nem hátra, bazd meg. Viszont egyszer egyes rákattintós feketét az égére soha nem láttam még itt. Ez nem egy létező dolog. Egy ilyen kéne csak feketébe. Vagy sötét szürkébe. A sötét szürkét azt még el tudom képzelni. Fura az árnyalat. Olyan színű, mint ez. Akkor meg sötét szürke kell, hogy legyen. Na várjunk, akkor meg viszont ez talán. Fantasztikás, van neki orra. Jó. És ide jön oldalt egy ilyen elalakú valamit lefoglógni, és tetejére kell egy 4x4-es, aminek középen van csak egy kapcsolója, csatlakozója, akármilyen. Egy ilyennyi. Itt tereztél ki a fáradt gőzt, vagy a jóisten tudja. És akkor most kell elalakú, lelógó szarság. Ilyen létezne. Ez belemegy. Soha nem láttam én elemeknél. De amúgy működik is. És a közönség arra nagyon jó. Az oldalára is lehet volna passzintani. Jó, akkor még egy ilyen elalakú, S jelen jelen van. Úgy. Ez teljesen már arci jellegű dolog. Ja, hogy közben linkelgetitek, már írtak. Megbosszulja. Egyébként én sem láttam a másik részt, vagy láttam, csak 1000 éve volt, nem tudom, mit bosszul meg. Nem egy tipikusan megbosszulós karakternek is megyük meg az első részben. Nem látom a teljes képet, mert a képnek az egyik sarkában van egy explit, a másik sarkában van egy chat, a közepén meg van egy PDF, amiről most én dolgozok, mert nincsen beüzemelve a másik képen, ezt akartam mondani elején, hogy kéne egy HDMI kábel, mert az új végén csak HDMI-t meg DisplayPortot ismer, és hosszú HDMI-m nincsen. De hol jártam? Ez rajta van, a fekete orr, ami szürke orr. Kell a fülére két oldalt kék. Nem tudom, miért kék a füle, de kék a füle. Egyik füle. Fülemüle. Egy egyszeres... Nem, egyszer kettes. Ilyen kell ide. A jó Isten tudja miért, igen. És egy ilyen fura kör alakú gedva, amit a legelején csak 3 órán keresztül kerestem, és alig láttam meg, azt kéne még ide. Szemnek kettő is van belőle elvileg. Hogy mi?
ide ilyen szemszelemű jellegű szarság. De ilyen a világon sincs olyan. Ez lehetetlen küldetését tekintve. Vagy... És hogyha egy ilyet rakunk oda... Nincs ilyen alkatrész. Egyet alig láttam meg, és most kell kettő. Milyen színű? Elvileg világos, szürke, egészen majdnem fehér. Fehér alkatrész tudja, hogy nincs. Azt olyat nem látok. Na jó, csak megnézem a... valahogy... a képet. Technikai szünet. Azt mondja, hogy... mert ez most már... ez... én ezt most már nem hiszem el. Nem. Hol is van ez? Hogy is néz ez ki? Ja... ez nem is az. Hát ez átverés, hát nem is azt kell odarakni. Egy ilyet rakod a szemének. Ez... ja, Istenem. Ez borzasztó. Nem örömmel be fogok megfulladni biztos. De nem jó, mert nem jó. De kintebb van. Akkor meg van rajta valami pluszba. Olyan, mintha lenne rajta még pluszba valami. Meg kintebb van. Hogy van a képen? A képen kérem szépen egy vonalban van amúgy. A szeme, meg az orra. Sőt, vannak olyan képek is, ahol piros a szeme. Piros rész abszolút nincsen benne, tehát ez full átverés. És ezek már olyan részek, olyan képek, amit emberek raktak össze. Van egy olyan kép is, ahol szürke az orra. Van, ahol... nem is értem, WTF. Na jó, a következő lesz. Nem tudom, mi a faszom lesz a szeme. És nem is akarok pluszba felhasználni semmit. És úgy látom, hogy a világon a többi ember is teljesen random dolgokat rakott oda. De az lesz a szeme, ami kimarad a legvégén. Ez a stratégia. Úgyhogy a szemét egyelőre így hagyjuk. Tehát még ez is lehet a szeme. De hogy piros, hogy lesz a szeme, azt nem tudom. Tehát, hogy oldotta ezt meg? Fú. Ez az egyetlen probléma, nem, több probléma is van a kínai legóval, de szinten szaktan leírások vannak, ami még ráadásul, tehát nem csak a színek fosok,
meg a szögek, ahogy nem a rajzol meg renderelve, hanem egyszerűen teljesen logikátlan az egész. Jó, tehát kell nekem egy ilyen T-alakú valami, meg akkor a végső szemöldök. És a szemöldök az így van fent, így. Ez megy bele. Aha. Várjál, és akkor így lesz neki szemöldök, ezt beledobom. És akkor tud így integetni a szemöldökével. Fantasztikus. Hú, ez nagyon jó. Tehát akkor felvonja az egyik szemöldökét majd így. Ezt felvonja ezt a szemöldökét. A másikkal meg lefele. És akkor ilyen sondel fog nézni. Az a legjobb koncepció, kérem szépen. Na szóval, még egy ilyen T-alakú cucc kell. Meg egy nagy szemöldök fekete. Nagy szemöldök fekete megvan. T-alakú Mákos Istennyira kell nekem. Ez az. Jó. És akkor ez meg lentebb lesz. Így. Így. És akkor ilyen... Már nem is, tud még így is. És akkor kicsis így ferdén állítjuk. És mintha csodálkozna. Nem jó, mert fordítva van. Hogy van? Így van. A teteje. Van így. Bazd meg már! Mozdulj el. Így. Ez meg így. És így csodálkozik a világon. Na, szóval megvan a feje. Kivétel a szemét, amit még nem tudom, hogy miből lesz. És akkor ez megy a nyakára szépen. Így. Ha minden igaz. Minden igaz? Ja igen, mert meg van döntve. Tehát ez meg van döntve valamiért. Aha. Nem, ez itt megy a vállára. Aha, tehát ez megy a vállára. Így. Így megy a vállára. És akkor azért ilyen félkör alakú hurka, mert itt megy a vállára. Ez ki van ezt találva, gyerekek? Jó. És akkor meg van döntve, és a lábúval lesz így valamilyen 45 fokba megint csak. Na, ez egy fél robot, elmondom nektek. És ha lerakom, akkor talán megül a seggén. Nagyon jó. Fantasztikás. Jó. És jön egy olyan, hogy... Ami még eddig sose volt. Úristen, mi ez? Ez a lyukas cucc, amit néztem az elején, ezt. Ebbe lehet rakni egy forgó cuccot? Ez létezne? Nem. Egy ilyesmit lehet belerakni, csak mégsem. Olyan, mintha le lenne harapva az oldala. De én nekem nem rémlik ilyen alkatrész. TBH. Ez vagy az aljára, ez tuti. Ez megy bele. Nem, mert nem. Hm.
egy ilyesminek kéne lennie, de mégsem van. És ez megy bele ebbe. De hogy hogy? Ez! WTF! Ez forog? Genyó, ez forog! Oh. Ez pazar. Alulra megy a kerék, és akkor a kerék lesz a fekete. Ez a fekete. Ez. Várjunk, akkor ebből kettő kell. Egy kerék. Anyád, két kerék. Így. Meg így. És akkor kerekezik, meg felülforog. Meg himnuszt énekel közben, vagy Isten tudja mit. Jó, erre megy még két darab sötét szürke, ami felül csak egyes, kétszer egyes, de valójában egyszer. Egy ilyen, meg egy ilyen. És akkor ez forog. Fantasztikus. Teljesen odáig meg vissza vagyok. Na, egy egyszer egyes fekete genyó. Mi? Vannak ilyen leírások benne, hogy nem jó a leírás, és akár mással is helyettesíthető. És akkor ott van egy ilyen hasonló termék, de hogy most akkor melyik lesz a dobozba? Mert van, tehát ez egy létező dolog, ezt írja az egyik. Ebből kell két darab. Meg is van, meg ez kell, ez a kicsi. Ez már egy... Várjál, tehát akkor itt neki kell itt keresztbe lennie. Így. Itt egy ilyennek. Itt egy hármas köti majd össze a két feketét. Mondjuk ez. De ha összeköti, akkor miért forog? Ja, innentől forog az egész. Jó, megvan. Oké. Oké, okay. Ja, így kell neki kinézni alapjától. Így, erre van fordulva. És akkor most megy bele a végébe. Ezeket csodálkoztam is, hogy mikor jönnek elő. Jó, akkor egy jön ide. Kettő jön ide. Akkor egy ilyen, nem tudom, villanhárító az belőle. Vagy kockahas, vagy ha jó is nem tudja. Egyébként lehet, hogy az alsó rész ez már, tehát kizárás alapon ez a lába. Vévén, hogy kereke van neki. Ezt legalább 3000 IQ kell hozzá, hogy rájön az ember. Ha nem több. Hát elvileg így megy vele, de most, hogy jobbról vagy balról, a magas felbontás miatt nem teljesen derül ki számomra. De tegyünk úgy, mintha így lenne. Jó. És akkor most jön ez a kulcs alakú szarság, ami a zombia konkrétan. Ez. Így rámegy a zombia. És akkor le is tépődik az egész kiváló. De... bzd meg. Jó. Megy rá egy comb, meg kettő ilyen valami oldalt. Mm-hmm.
lehet, hogy a szeme se áll jól. Egyébként nem tudom, hogy szedtek Encore-ról filmeket, amikor felmentek nemzetközire, azt leszeditek, az minden, főleg az ilyen old school filmeknél, ami biztos, hogy klasszikus, azon legalább az, mit tudom én, 20 szíder, az jön, mint az állat. Mondjuk, az hozzátartozik, hogy ez egy régi film, ez egy olyan időben volt szinkronizálva, amikor még jók voltak a szinkronok. De ezt hogy rakom rá? Hát ezt nem is lehet rárakni. WTF. Ezt hogy rakom erre rá? Ez megy rá ennek a végére, de nem tud rámenni, mert itt van egy bütyök. Mi a fasz? Férfi nemi szerv. Ez így biztos, hogy nem jó. Vagy akkor nem jót raktam oda. Vagy... Tehát itt is kerek a teteje. Tehát ennek a leírásra is látszik, hogy kerek a teteje. Akkor lehet, hogy nem ez kell, hanem ennek van egy alternatív változata. Nem igazán értem a koncepciót. Tehát ez alapból nem tudok rámenni. Kész. Ez egy kudarcba fúlott projekt. Van még egy ilyen, de ennek is van bigyó a közepén. Tehát szimmetrikusan biztos, hogy essél az orrodra. Szimmetrikusan erre az orrodra biztos nem megy el semmi. Na jó, én ezt kihagyom, mert ez invalid. Van egy 3x2-es, egy ilyen. Talán ez túl világos, valami sötétebbet mutat. Ez a 3x2-es kell rá, úgyhogy kettő marad ki. Ide. Így. Meg egy 1x2-es kell a tetejére. Ilyen. Így. És akkor ide jönne még valami, ami ebben a dimenzióban nem létezik. Tehát, nem fogom megheggeszteni. Bicskával kívánni. Nem teljesen értem a koncepciót tényleg. Én egy ilyet raknék oda, megmondom őszintén. De nem rakok. Majd a végén kiderül, hogy az fog kimaradni, és kurva nem azt kelt oda. Lejött? Hát akkor... Akkor meg nincs oka pánikra. Bármikor, bárhol lejön. Na, még egy ilyen... Felderák kell, meg ide is kell egy, meg a tetejére is kell egy. És akkor teljesen le van. Amúgy jól gondoltam, hogy ide egy ferde jön a hátuljára. Jó. Tehát ide jön egy ilyen. Lényegében lefedjük a tetejét. Ugyanilyen kéne még a másik oldalára, de nem látok sötétet. Egyedül sötét ember én vagyok. Jó. És ide kéne még csúszmász. Ami ilyen, de mégsem az. Hanem sima sötét szürke. És nem hinném, hogy már felhasználtam volna. És sötét szürkén már mint olyan nem nagyon van semmi. Ez egy kiábrándító. Miért tudok rárakni? Mert ez majdnem olyan, mint hogyha az lenne, de mégsem az. Mi az? Érdekes. Itt.
Nem tudom. Megmondom őszintén, nem tudom. Ezt is rejtés számolni. Viszont ide... kapunk egy ilyet. És akkor olyan, mintha mégis, de valójában nem. Ezt ide rakom. Aztán, hogyha lenünk jobbat, vagy ha meglelem azt az alkatrészt, vagy lehet sose volt, akkor... akkor kicserélődik. Jó. Egyébként így kell kinézni a képen körülbelül. Hozzávetőlegesen. Nem, tehát nem szokott kimaradni. Tehát eddig nekem ez a tapasztalatom. Kettő darab Legóból, ami nem Legó. Hogy nem igazán maradnak ki belőle dolgok, sőt, a Bastionhöz adtak még egy csomó mindent pluszba. Két nagy kerék kínálhoz. Micsoda? Ez nem az, hanem ez az. Egy ilyen kell. Kettő darab között ülére. Az a probléma, hogy van 1-es, 2-es, 3-as csomag, és tulajdonképpen ez miért jó, hogyha én ezt rakom bele? Ez nem stimmel. Pedig azt írja, hogy itt kettő van rajta, és így megy. Akkor lenne értelme, hogyha közre fogna. Így a következő fogja közre. Na, várjunk. Ez a comb akármi fogja közre. Erről. Így. Na, bazd meg. Oda süssetek. Ezt nem lehet... De ezt feldén kéne elrakni, hogy jön ezzel. Szét sem lehet oltani, bazd meg! De az ilyen recés belül, tehát ezt mozgatni lehetne a legenda szerint. Hát kurva nehezen, de lehet mozgatni. Tök smooth. Szóval, hogy vannak benne csomagok, de egyszerűen nem úgy vannak számozva, ahogy így az ember gondolná, hanem kirakod az egyes csomagot, és fúra nem olyan vannak benne, amit így keresnél. De így látszik, hogy van benne 10 alkatrész, és a 10 alkatrészből biztos, hogy nincs olyan, ami neked kell. Elkezded nézni, akkor ott a 3-as csomag. Akkor kibontod a 3-as csomagot, meg az 1-es csomagot, és utána a negyedik lépésben ki kell bontani a 2-est meg a 4-est is, mert annyira össznyevisznya van az egész. És gondolom nem az a meghatározó számukra, hogy jól legyenek összecsomagolva a darabok, hanem hogy ők egyáltalán összeszedjék a darabokat és meglegyen. Aztán, hogy a paraszt otthon össze tudja rakni, az már egy teljesen saját szosz problém. Na. Ez egy valami. Mindenféleképpen egy izé. És ezt félre rakom, hogy ott dögöljön meg. Most így ilyen zöld szemetet kell összerakni. Zöld alkatrészek viszont vannak. Ez egy létező koncepció. Viszont olyan nincs, amit ő mutat a képen. Tehát zöld bigyóból ilyen zöld bigyók vannak. 4 darab zöld bigyó. 1 bigyó. 2 bigyó. 3 bigyó és 4 bigyó, ez hódszentség. Na, és kell egy hosszú fekete rúdnak lenni, ez ilyen Star Wars valami, és erre megy rá egy ilyen fura alakú cucc,
A Book 2 is nem. Ilyen feltűzdelt hús jellegű szarság. Nem is értem. És ez megy majd a végére. Így. Ez megy a végére. Meg egy ilyen is lesz benne. De hogy ez mi? Azt tudom, hogy ez milyen rész a szerencsétlen állatnak. Ja, ez megy majd erre. Úristen. És ez teljesen befedi. Most mondanám, hogy megnézem egy képen, de ez tök belül van az egész karakterem belül. Teljesen körbe van építve, tehát így fizikálják sem tudnám felismerni, akármi a rák is az. De ez egy vicc kategória, hogy nem lehet így fizikálisan felismerni. Fú, bazd meg. Ez egyébként annyiban különbözik az előző verziója a Legóktól, úgymond kínai Legóktól, hogy nem, ez nem egy Lego franchise. Tehát van az egyik része, amit ők meglátnak a Lego oldalon, lemásolják, nagyjából lemásolják az összerakást is, el vannak baszva a színek, meg a design, meg ilyesmi, de a hivatos Lego oldalról tudsz leszedni normális leírást, tehát nem egy nagy show. Ilyen volt a Lego Porsche is. Úgy nézett ki a leírás, mintha én csináltam volna részegen óvodába. De leszetted a hivatalos oldalról, az minden faszom. És akkor vannak ezek, ami ilyen félig franchise, ilyen-olyan dolgokra épül, de nincs köze semmihez. A leírás meg olyan, mint a seggem. Csak nem olyan szép szőrös. Na jó, az lesz, hogy én ezeket a zöldeket én rárakom. Mert hogy zöld, és vagy azt írja, hogy rá kell rakni, akkor rá kell rakni, kész. Azt írja össze, hogy ezt a zöldet rakjam rá, utána a következő képen már úgy néz ki, hogy egy fekete van a zöld előtt. Tökre nem értem. Ja nem, várjál, mert a másik oldal... Várjál. Tehát ez megy rá, és akkor a másik oldalára megy a fekete. Így. Nem is gondolom én. És akkor felváltva jön fekete-zöld, fekete-zöld. Jönne, csak nincs több fekete. Vagy vak vagyok megint. Még mindig. Ilyen világos. Nem, sötét szürke van belőle. Hát kiváltjuk sötét szürkével. Az lesz. Teljesen mi a fasz. Hát ebből három van elvileg. Szerinte. Létezne, hogy már korábban felhasználtam, és akkor nem jó színűt használtam fel. Ezen. Tehát ennek kellett volna szürkének lennie? Na bazd meg. Ismét lenne az meg. Tehát itt kell neki szürkének lenni. Most mondanám, hogy aggódok rajta, de mindegyik ugyanolyan, hogy belül van a karakterem. Na mindegy. Most ma az is szélszelem. Ott dögöljön meg. Akkor ez mind a kettő szürke. Kéne, hogy legyen. Ezt meg szét kell... Ó, bazd meg. Ez biztos, hogy nem tudom szét. Bazd meg. Ez meg a rohadt anyádat, hogy ott bazd meg, ahol megszülettél.
Tehát még kell egy külön konyharuha is, hogy széttépjem. Rohadt anyját. Ennek már tényleg a rohadt anyját, erre már nem lehet mit mondani. És akkor ez is bele van gyógyulva, természetesen, nyilvánvalóan. Jó. Fasza. Oké. Akkor ehelyett megy ide szürke. Így. Így. Talán így. 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 És így. És az azért jó, mert itt tiszta szürke. És tényleg olyan, mintha olyan lenne, de mégsem az. Jó. Jól emlékszem, akkor így megy vissza. Jó! És akkor most van három darab feketém. Egy, kettő, három. De még mindig nem úgy nézünk ki, mint a papíron levő. Nincsen highlight, tehát... Szar az egész, tehát semmi különlegesség nincsen rajta. És előjön egy fekete, utána egy zöld, utána egy fekete. Talán így. Aha. Anyát, geci, bazdmeg. De ha ezt szét kell szedni, akkor meg fogok szülni, az biztos. Ez egy kurva jó kérdés. Nem tudom, hogy mozogja a Mindstone-tól. De ez, ezt mire én össze fogom szülni, bazd meg, elsírom magam. Így darabokban van a láztalba konkrétan. Igen, és akkor ennek a vége, ne szaladjál. Ez a vége. Akkor szarúdnak, bazd meg. Ez az ő gerince tulajdonképpen, mert belül van a testébe. És erre megy rá. Erre. Így. Így. Gyönyörű, nem? Ez érdekes. Na mindegy. Következő az, az 4x1-es, ez, és ez megy rá 3 darab 3x2-esre, egyszer így, az kurvára nem úgy van, nem, akkor egyszer így, így, ez még koszos is. Új. Még egyszer így, és akkor még egyszer így. Így. Ez egy csodálatos, faszom tudja mi ez. Ez lesz a hasa neki. Vágom ám. Résen vagyok. Ezzel kipótoljuk felül. És akkor oldalt s régen mennek rá a szarságok valahogy. Egy srégen, kettő srégen,
Itt meg kétszer egyes régek mennek rá. Egyszer, kétszer egy. Kétszer, kétszer egy. Így. Ide jön egy 1-2-3-as takaró rodás. Nincs is olyanom. Kurvára nincs olyan egyébként. De most már tényleg kevés alkatrész van és feltűnne, hogyha van. Tehát ilyenem van. De annak nem sima a teteje. De van, sem probléma, csak lak vagyok. Jó. A következő lépés ugyanúgy itt egy 2-es, 2-es, 1-es és 1-es takaró. Ide meg egy 2-es kis takaró. 2-es kis takarót azt látok, az tény. Az egy létező dolog. Kicsike 1-es ide jön. Másik kicsike egyes ide jön. Most már rám hoztátok a frászt, hogy nincsenek benne alkatrészek, az közben csak vak vagyok amúgy. Kettes takaró. Meg kettes takaró. Most mondjátok meg, hogy nem kibaszok menő. Akármi is ez. Na, és akkor micsoda? Hogy mi? Tehát ez megy rá a gerincre hátulról. De hogy? Tehát ez elvileg rámegy, így. Egyszer. Bazd meg. Középsőbe. Így. És erre megy rá. Ennek a valamilyen. De kurvára nem megy rá, mert miért menne? Én ezt nem teljesen értem. Ezt jobban ki kell húzni. Mert hogy nem legó távolságra vannak. Egymást próbál az megszükszülődni. Jó, ezt kintebb húzzuk egy kicsit. Így, és akkor hát, ha eléri. Gondolom én. Egyszer. Jó van, bazd már meg az anyádat, tényleg. Az egész családodat, vigyél a dögrész. Tehát ezt így nem lehet belerakni. Így van. Egyszer így van a közepén. Meg itt van a végén. Így lehet belerakni elsőre, és utána lehet ezt beilleszteni a helyére. A fasznak kell ilyen szarul megcsinálni a leírást. Ki az a hülye, aki azt úgy meg tudja csinálni? Hagyjon meg. Emberek még nem születtek, hogy azt ott meg lehetne csinálni előre. De ő úgy rendereli a képet. Na. Hát nem csodás. Hát ez lesz a hátulja, és akkor ezzel lehet irányítani. Tehát, ha ez forog, mert kerék és forog,
és mozog, és minden fasza, és irányítja magát, akkor elképzelhet, hogy a Last Alp is mozogni fog, bár nem tudom elképzelni, hogy faszán mozogna. Na mindegy, majd kiderül. Szóval itt járunk, ez már egy fél siker. És már fél kéne a csuklik miattam. Na, azt mondja, hogy kell egy 3x2-es. Egy 3x2-es. Megy 2x1-es a közepére. Egy ilyen. És ezt felül is le kell fedni, meg oldalt is srégen le kell fedni. Kékkel. Tehát erről kékkel fedjük le, mert az fancy. Felő sima felő. Oldalt meg szürke felő kéne, hogy legyen. Egy ilyen. És akkor ez nagyon jó nekünk, mert ide tudjuk rakni az elejére. Így. Nem, mert fordítva. Mert így. Talán, ja. Mondjuk ezt egy részen fogja. Ez a kis szar fogja. Ez fúra lötyögni fog. Nem nyerte el a tetszésemet biztonsági szempontból. Na most például van egy item, ami nem néz, tehát nem tudom kinézni, hogy mi az. Fekete kerek? Valami. Mi a fasz? Ez? Csak ez fekete kerek kizárás alapon. Micsoda? The printed tile I prefer is shown below, but is not available in LDD. Ja, hogy így néz neki, ahogy ő mutatja, hogy van rajta minta, de nincsen, mert hogy ebben nem elérhető. Kiváló, fasza, kurva nyertokat. Jó, akkor kell egy 3x2-es, és arra kell egy szürke 2x1-es középen. Szürke 2x1-es. Hónapok óta nem láttam szürke 2x1-est, ebből a pakban meg főleg. Ilyen van, de az nem jó. Nem standard. Meg nem semmi. Ez mi a csoda? Ez ilyen régen valami. Jó, rakok rá egy ilyet. És erre kéne 2x1-es felő sima. Azt az hogy? Venom nincs is. Régen van, régen felős van. És akkor erre megy rá, majd. Tehát erre kéne ennek rámenni, ami eleve baromság, mert ez nem tud rámenni. Fú, itt valami nagyon erős logikai bookfence lesz, vagy nem is ez a fekete kell oda. Egy zöldem így is kimaradt. Nem, kettő zöldem maradt ki. Azt lehet, hogy ezeket duplán kellett volna belerakni a gerincébe, és akkor stimmelne a koncepció, de így meg szar.
Akkor ezért nem jó egyébként. Nem, bazd meg. Na jó, én ezt végkérem szerintem. Ez így jó, ahogy van. Akárhogy is van. Most már vissza sem tudom rakni. Ez meg anyád. Na. Ez így maradt, nem érdekel a zöld. A zöld ez így járt. Ezt félre is rakjuk. Még legúzás emlékére. Itt takaró elem kéne, ami simára takarja az oldalát, de... Jelentkezzen, aki látja, mert egy kubban nem látom. És szerintem ez kéne oda, konkrétan. Mert erre rá tud menni a fekete. És el van baszva a rajz. Na jó, megpróbálunk ösztönösen megcsinálni. Szürke, és a szürkére jön egy ilyen, mert akkor tud középen rámenni. Nem egy ilyennel cseréltem ki? Valamit kicseréltem, nem jól. Valaminek a valamiére mást raktam, de hogy mit? És szerintem én basztam el most teljesen kivételesen. Hát, jó, megy rá egy ilyen takaró valami. Nem ez nem volt. Ja, hogy ide nem az jön, hanem valami más jön. Ide. Ide jön szerintem ez. Ennek a két oldalára kéne ez. Ez már nagyon kreatív megoldások tömkelege. És akkor a vége az lesz a streamnek, hogy lelek egy csomó legót, amiből meg lehetett volna normálisan oldani. Jó, ez lesz. Akármi is ez. Ez egy ilyen, nem tudom milyen lesznek, ilyen boomboxja. Ilyen neki a hasa. Nem tudom miért van neki középen a hasán ilyen fekete tányértartó, de fekete tányértartó jó neki a hason. Jó. Rendben. Akkor még kell egy 3x2-es, mert az egy kifogyhatatlan erőforrás ennek a legópaknak. Ebben megint kell egy 2x1-es középre. És oldalt takaró, amit már elraktam oldalt, úgyhogy ez egy kurva jó ötlet volt részemről. Felülre megy két darab kék, utolsó két kék kizáros salakon. És az megy lefelé. Bárcsak oda menne. Miért nem ez az?
hogy miért itt megy a kék csík, és ez itt miért itt megy, azt senkinek kérdezzem meg, mert fingom sincs. Tehát full random helyeken vannak rajta kék csíkok. Meg hogy miért kék, azt sem tud. Tényleg nem. Szinte meg kell majd néznem ezt a filmet legalább még egyszer. Így vágjam, hogy miért van kékkel befestve, de nekem abszolút nem rémlik olyan, hogy a robot magát festi kékre random kék helyeken. De ez nem. Jó, és akkor itt oldalt kell valahogy még itt kipótolni. De úgyhogy fekete 3x1-es. Remegy egy szürke 3x1-es. Amit ha összevágok, szerintem a büdös érben nem tudom szétszedni, és reméljük tényleg ez van. Erre megy egy sima bigyó, meg két világos szürke bigyó, sima takaró. Ez. Meg ez. És ezt hova rakom? Meg ebből kettőt kell csinálni. Ezt csak simán oldalra belerakom. Így. Ne éges ki. Ez echt belemegy. Jó. Fosszon. Akkor már csak ebbe az oldalra kell, hogy ugyanilyet. Tehát akkor fekete háromszor valami. Szürke háromszor egy. Talán. De ez már világos szürke. Itt már sötét szürke nincsen. Itt alap sem. De, van. Azúttal. Bigyó. És két takaró kéne rá még. Ilyet lehetne rárakni, de hát ez nem olyan. Itt van alatta, hogy rohadás ölje meg az egész családjával együtt. Még ilyet, és elbújik. Csoda, hogy nem melek meg semmi. Jó, és akkor erre megy majd valami, de hogy mi? Na erre kíváncsi vagyok, hogy ez hogy megy össze. Így, és ebbe megy a... hossa neki. Há, és akkor tud benne így örjöngeni. Nagyon jó, fantasztikus. Jobb lenne, jobban szorulna benne. Mindegy. Ne, majdnem robot kinézete van amúgy. És kimaradt két zöld, amit akár a személynek is alkalmazhatunk. Jelzem. Kreatív legózás. Egy az egybe. Na. Két darab kerék kell nekem. Szerintem ez már a teljesen a lánctalp lesz. Lánctalp oldalra. Egy lánctalp. Bazd meg, én ezt leszem innen, mert ez így nem lesz. Ez maradjon itt békességben, mert ez le fog esni. Tehát egy kerék, két kerék. Úristen, azt mondja, hogy kell egy... Nem is ilyen kell, hanem egy hármas kell. Egy ilyen kell. Egy szürke genya. Imádom, hogy már úgy kezdődik, hogy az első kép, hogy a két fekete már össze van rakva. De mivel? Mivel rakod össze? Édesanyám. Mi? Tehát így néz ki az első kép. Ezek össze vannak rakva, de hogy mivel? Mivel vannak összerakva?
ezt el tudom képzelni, hogy ezzel van összerakva, mert hogy ez van a összerakásnál is, logika szerint ez működhet. Nézzük meg, azt így belerakom. Igen. És előre erre megy egy kerék. Egy kerék megy erre. Ez nem megy bele. Ez némileg csodálkozok ezen, de működhet. És forog. És a másik oldalára is megy egy kerék. De nem tud menni, mert össze van rakva, bazd meg, és hülyeség az egész. Nem tud belemenni. Vagy nem is kell a kettő közé semmi, hanem baszódjak meg, és egy másik dolog kell közéjük. Ez hogy jön ki ebből? A rohadt anyátokat. Tehát akkor lehet, hogy az az első, hogy ezt összerakom, de nincsenek összefixálva, hanem a kerékkel fixálom össze. Kibaszásból. Mert ez már erre már nem lehet itt mondani. Itt a kerékben megy egy tengely. És az megy végig benne. Nem? Én nem. De. Így. És elvileg a másik oldalára is kell rakni egy másik kereket. És szerintem erre megy a szürke rá. Ami úgy egyébként az így. Ez egy működő koncepció lehet. Ez is pörög forog. Jó. És erre megy rá egy kétszer-kettes, aminek ilyen kulcs van a végén. Valahogy. Így. Bazd meg is tényleg rám, hogy... Jó. Jó van. Valahogy így kell kikindézni. Akármi a faszom is. Úristen, ezt már rá is kell rakni a lábára. Azt mondja, hogy ez belül van. Jobb oldalra megy rá. Így. Jaj, ne essél le. Miért essél le? Így. És ez így rámegy. Ferdén, hogy ne basszatok már fel. Teljesen nyomjon be. That's what she said. Jó. Vagy hát, mit tudom én, biztos így van. Ez úgy is felbrúl, mert nincs másik oldal sem. Jó. Oké. Okay. Ilyen füles bagoly szem kell, meg az egyik szemébe kell egy fekete igénye. Egy ilyen. Az egyik szemét kiszúrjuk a bagolynak, utána kell egy mi 5x1-es ilyen, meg egy 6x1-es ugyanilyen, meg ugyan egy ilyen szem kiszúrógedva. Úristen. A kisebbiket rakjuk rá így. Egyszer. Arra megy rá a hosszabbik. És
arra megy rá még egy fekete a jobbról a harmadikba. Így. És akkor ez nem tudom miért jó nekünk. Miért jó nekünk ez? A harmadik lépésben még egy ilyen bagoly valamit létrehozunk. Egy bagoly valami és szürke szar. Merem remélni, hogy ez a sok szőrszál az enyém, és nem a kisgyerek Kínában verte bele a faszát. Így van, ez megy oldalt bele. És ez megy bele a másikba, így. És miért? Bazd meg, ez úgy fog szorulni, hogy összesírom magam mindjárt. Az anyád, ez többet nem jön széjjel, úgyhogy remélem, hogy így kell összerakni. És e közé kell rakni még valamit, de hogy? Egy ilyet kell közé rakni. Aha, és ide jönnek a szürkék, ezek jönnek. Hát ez is szorulni fog, mint ház. Vagy mint két ház. Csöcse, bazd meg. Belement. Jó, de így kell kinézni a képen. Fasza. És erre rakunk rá felül egy ilyen 3x1-es kis nekerekített szomót, egy ilyet. Igen. Micsoda? És ide jön egy kerék. Valamiért. Így jön egy kerék. Másik oldalára jön egy kerék, és ugyanúgy lezárom, mint a másik. Jó. Működőképes koncepció, újból csak, megint csak. Nagyon jó. Hogy mit raksz oda? Megint ez a nem létező item van, amit már elvileg 3-szor el kellett volna sütnöm, de még soha nem találkoztam vele. Nem, egyszer találkoztunk a legelején. És tök jó meg volt a robot, hogy nem használtam fel a nem létező dolgot. Jó, tehát erre megy rá egy bigyó. Mi? Igen, erre az egy oldalra megy rá egy ilyen. És ide kéne jönni még valaminek, amit nem nagyon tudok felismerni, hogy mi a faszom is az. De legalább a képen sem lehet látni, ahol össze vannak rakva, mert pont a karázsban van. Egy ilyet tudok odarakni, meg rá egy... És rakhatok oda dolgokat, csak lehet, hogy később meg... Ja, várjál! Az kettőből épül fel, azt mutatja. Anyádat. Akkor csak jól csináltam. Valamit néha jól csinálok. Tényleg az kell oda. Nem, mert ez a szürke kell oda. Nem, mert annak nincsen semmi a végén. Akkor... Kutyák füle, nem tudom. Igen, mert ennek vannak bevágásai négy oldalt, de a képen azt mutatja, hogy végig egybe van az egész. Tehát úgy gondoltam, hogy ez nem lehet, valójában meg ez az. Kurva jó. Cs.
csak itt tovább. És akkor ez megy. Úristen, ez hova faszomba megy? Ez megy a más a lábára, megy erről. Tehát ez így rámegy, de mi? Ez hülye? De ez hogy fog összeállni így? Nem rá kéne kattannia? Mi? Mi a geci? Vagy valamit rak a végére, hogy ne ugorj, nincsen rajta semmi a végén. Ez hülye. Ez tök hülye teljesen. Na mindegy. És most jön a lánctalp, te jó ég. Jaj. Fekete leves. De ez jó, mert akkor csak egymásba... Ja, azt hittem, hogy bonyolultad. Jó, csak egymásba kell rakni. És mindegyik ugyanolyan. Jó. Fú, bazd meg. Most az a kérdés, hogy ebben mennyit kell. Mert hogy gondolom mind a két lábára kell rakni. Na jó, taktikailag az lesz. Hogy... egy fóna hosszúkat csinálunk. Igen. Akkor nem csak én vagyok egyedül, köszönöm. Látom, igen. Szevasz, Brazil. Igen, azt mondja nekem múltkor anyám, hogy nekem kiskoromban nem volt legom, mondom, de volt csak, mondom, volt vagy kettő darab, vagy három darab, és ez így egybeömlesztve. De nekem hatalmas nagy sérelmem volt, vagy nem voltak ilyen különleges legóim. Meg ami a legnagyobb problémám, hogy nem volt legó technikszem, tehát amiben így tényleg ki tudja élni magát az ember, hogy így meg úgy kell rakni különlegesen, különleges darabokat egymás után. De láttam rajta, hogy ez nem tudta meggyőzni ez az indok. Tehát ahogy szokták mondani, a férfi nem nő fel, csak nagyobb lesz. Ami jó hír viszont, hogy a lánctalpat azt egyszerűen meg lehet csinálni, csak majd figyelni kell rá, hogy egy forma hosszúságú legyen a két lánctalp. A leírás is azt mondja, hogy először össze kell rakni, és utána körbe rárakni a kis lábára. Jó. Na erre is rakunk akkor megint. Fordítva. És akkor ez elvileg majd így körbe megy a lábán. Egyébként mozognak a kerekek, meg ez is rendes lánctalp, tehát még tényleg elképzelhető, hogy ez működő lánctalp lesz és tud mozogni. Robotikusan, nem azt mondom, hogy super smooth lesz.
úgy fog szarni vele, mint hogyha így született volna, de... De na. Értitek a lényeget. Na, ez kettőre hosszabb, mint ez. Akkor nincs nagy lemaradás. És már csak tudom, hogy darabolhat. Kicsit olyan, mint egy órának a szíja inkább. Nem kifejezetten lánctalp feelingje van. Ami viszont érdekes, hogy oldalt, nem tudom, hogy fogja megfogni. Mert itt ezt a csonkot nem fogja le semmi. Amit nem ugye örülök. Tehát, ha minden igaz, csak úgy lehet ugrani róla a lába. Minden további nélkül. Hárommal hosszabb, mint ez. Azt mondja, hogy rárakom az egy... kettő... hármat. És maradt egy meg egy. Tökéletes. Akkor legalább már páros darab láncszem van. Ami egy fél siker. Akkor erre rá kell rakni valahogy. De ide kéne egy. Kéne bizony. Csak neked le kell fogni valahogy. Nem tudom, hogy fogja le viszont. Egy érdekes koncepció. Mert itt is a képen van rajta egy kerék, de nincs semmi a végén. És ráadásul ez kurva nagy ráza valami. Non-stop. Ez dotyog rajta, de amúgy működik nagyjából. Főleg visszafele. De lötyög rajta, tehát ez így nem jó. Vagy kimaradt valami lépés, vagy én nem tudom. Kiveszek belőle egy szemet. Az lesz. Ezt visszarakjuk. Vagy tár többet. Kettőt veszek ki, akkor mi van? Gyere már ki! A rohanás sem belétek. A kettőt veszek ki, akkor ápsz meg! Na már azt tudom, hogy volt. Így jön felül, körbe jön rajta, és ha minden igaz, pont jó azt a kettő egyébként, egy órás mester veszett el bennem, de jól elveszett, nem tudom összerakni amúgy, pedig pont jó így, bár
Hát még egyet. Még egyet nem. Még egyet már nem szabad. Kérdés, hogy hol tudnám összecsatolni, mert hogy körbe-körbe megy szerencsétlen. Na, így. Beszartok. Ez nagyon komoly. Ezt valahogy le kéne fixálni, de amúgy működőképes. Nem, nem működőképes, de jól nézett ki. Hát ez teljesen szar, ugye újra. Hát, fogjuk rá, vagy nem tudom. Csak ezt nem tudom, hogy ezt hogy lehetne fixálni. Mert ez biztos, hogy fixálni kell valahogy, de hogy? Az is lehet, hogy a következő lapon kiderül. Van leírás, köszönöm szépen, csak kicsit suta. Neked is jó itt. Ebből is kiveszünk kettőt, mert akkor fog stimmelni. És... Aha, tehát úgy marad rajta, hogy van egy oldalsó lap. Egy oldalsó lapot kell rárakni, és akkor nem ólik le. Szerintem butaság volt oldalsó lapot rárakni, mert ezt le kellett volna fixálni, és valahogy, nem tudom, valami ilyen vájút csinálni neki. Jobban néz ki, hogy itt oldalt lehet látni. De tulajdonképpen ez nem a motornak a része, ez nem a design része, hanem erre kell majd rárakni a külső lapot, ezen fog kapaszkodni azon az egyen, ami megint nem kifejezetten jó. Na mindegy. Szerbusz, Askandi. Mi a nagy helyzet? Kell egy... Ilyen kell. Egy ilyen kell. Ez biztos, hogy kell. Kell a hármas. De ezt mire rakom rá? Ez hülye. Ja, hogy na, akkor ezt csak így a földön kell rakni. Tehát van egy kettes, van egy hármas, van egy egyszer egyes a sarokba. Amivel én találkoztam. Igen, ez megvan. Akkor erre jön egy másik réteg. Van egy háromszor kettes. Így. Van egy kör alakú 2x2-es, és még egy kör alakú 2x2-es erre a végére. Így. És akkor erre jön egy 6x1-es például. Így. Egy ferde 3x1-es. Ami nekem nem is rémlik. De itt van, ez egy létező darab. Csak nem így van, hanem fordítva, ez a másik oldalon áll lesz. Akkor kell egy másiknak is lenni. Ez az. Így. Ide jön egy 3x1-es sima. Jó. És ide jön egy ilyen leharapott 3x3-os. Így. És akkor elvileg ez a... Nem, még nem ez az. Hazudtam, mert még ide jönnek dolgok. Ez jön ide. Meg ez. Ide meg egy kör alakú kis lófüty. Szerintem ez megy az oldalára, valahogy.
De hogy ezt hogy rakom rá? Ja, hogy ennek távolabb kell lennie, mert hogy a két kerek... Ó, bazd meg, és kiszedtem a láncot. Pedig a láncnak nagyobbnak kell lennie, mert távolabb vannak egymástól. Ki van ezt találva? Átverés az egész. Na, akkor visszarakunk két láncszemet. Megint körbe megy rajta. Rohadt valami. Így. Ez. Megy rá körbe lánc. Mondom, megy rá körbe lánc. Igen. És most széjjel kell húzni őket, hogy ehhez passzoljak. Passzolnak, csak még mindig lazán lánc, ettől függetlenül. Vagy lazának kell menni, mert akkor jobban megy. Hát nem tudom. Nekem ez túl lazának tűnik. Egyet kiveszek belőle. Az lesz, hogy egyet kiveszek. Csak tudjam visszarakni. A különbségére, mert így... Jaj. Bazd meg! Mert így meg pont összeér, de csak Isten segedelmével. Közben szétment a levő. Így. Na, egyet kell kivenni. És nem mozog, de legalább jól áll rajta. Kurva rossz. Jó, na. Akkor ebből vettem ki kettőt, de akkor egyet abba is visszarakok. És akkor egy-egy van mind a kettőből kivéve. És elvileg így fog működni. Bazd meg. Ez de rossz, te jó ég. Ez egy terhes csacsihoz képest, ez... ez... fantasztikus. Várjál, már így van. Tehát nyomokban megmozdul, vagy úgy tesz, vagy nem tudom. De legalább jól áll rajta most már. Nem lötyög, hanem úgy tényleg ilyen lánctalp jellegű. Be kell kenni VD40-nel, jó lesz az. Amúgy ekte jól néz ki, az a legrosszabb benne, de egyszer kurvára nem működik. Nem ezzel fogsz melóba járni, ez tény, de azért működhetne. Tehát tényleg, hogyha valaki megveszi játék céljából, és tologatja ki ide úgy, de nem fog működni. Na, most akkor a másik részét kell létrehozni, ami megint ilyen bagoly valamivel indul, és egy fekete megy a szemébe. Így. Tulajdonképpen ugyanaz, mint eddig, csak szimmetrikusan. Ebbe megy egy... Fú. Hanyos ez egy hatos. Megy rá egy hatos. Ha jól gondolom. Menj már bele az anyád úristenit. Igen. Meg egy ötös.
Bár csak belemenne, igen. És ide megy még talán egy másik, aha. Az gond, mert olyanom nincs. Hát Houston egy probléma lesz. Itt menne még egy fekete darab, de már egy szál fekete nincsen. Semmi nincs. Hát az kellemetlen. Ne basszál fel, benne van a zsebembe. Hogy ment bele a zsebembe? Jó. Oké. Megvan. Nem tudom, hogy volt benne a zsebembe. De hogy ugrik bele? Egyem a szélét. Jó. Megint kell egy bagoly és egy ilyen hosszú valami. Így. Beleszúrjuk a szemébe. És ez még bele a másik oldalt. Bárcsak belemenne. Édes Isten. Tök már a tökömbe. Jój. Ez nem a derekam volt. Hát ezt fehéren beszétlem szerint még egyszer. Van egy fekete áthidaló, és akkor abban van beleszúrva még ez a másik oldalon. Hát ez egy kurva jó dolog. Hát, ha valahogy nem jót találod el, akkor nyek nekik, norsz neki. Jó, akkor ide jön egy áthidaló. Ló. Így, és akkor szerintem ide kell még a kettő szürke rudacska, az. Beza. Keresztül egy rudacska. Mondom, rudacska, bazd meg. Ez is szorul, mint a rohadék. Na. Anyád picsája az összes. Anyád. Na. És felülre kell még egy hármas. Igen. Ha jól értelmezem. És... Hogy? Így. Így vagyunk, és ide kell keresztbe kerék. Így, egyszer kerék. Meg kétszer kerék. Persze, esélyek a kezemben nyilván. Anyád! Amikor két műanyag közé akarod a másikat beleszorítani, ami amúgy túl egészségtelen, egy baromhúzás. De se baj. Szoruljon, mint az állat. Jó. Itt ez kurvára nem pörög, ez megpörög. Tehát már itt el van baszva a lánctalap koncepció, mert hogy ha belül ez nem pörög normálisan, akkor esélye nincs mozogni. Na nem baj, basszunk ki. Na, igen. És akkor ide jön egy... Meg ide jön egy valami.
Így, ez az, ami teljesen ismeretlen elem, de lényegében létezik. Egy bigyóra, meg a másikra is egy bigyó. Meméne. Érdekes, mert a... Bárcsak lejönne. Úgy nem megy rá. Na jó. Ez azt mutatja, hogy... De így kell rámennie. Hát nem ezt mutatja, hogy a képen így van, de... De így kell rámennie, meg így tud rámenni. Se baj. Így megy rá is kész. Tíz egység pénzbüntetés. Na. És akkor ez megy oldalt rá. Így megy rá. Jaj. Így megy rá. Nem így megy. Hogy megy rá? De pedig ez van belül. Akkor valamit kihagyok. Mit hagyok ki? Ja, kell oda egy kerék is először is. Ide kell egy kerék. Azt hiszem a másik oldalon is van. És arra megy ez rá. Nem? Nem. Mi a rák megy rá? Ez nem úgy szorul, mint a másik oldalt. Vagy hát sehogy nem szorul. Ami egy rossz hír. Ha nem maradt volna róla valami, hiányérzetem van. Ez meg fordítva van rajta. Vagy nem? De nem. Biztosan. Ja. Van a keze, meg alatta, igen, és emellé megy egy kerék. Ez az oldalon hogy van olyan? Van közöttem. Én már nem tudom. Ezt hogy raktam én ezt? Ez biztos, hogy rámegy. Ez tény. És itt még jelöl valami fekete cuccot rajta. De mi a szart? Ez hülyeség. Nem lehet rajta már semmi fekete cucc. Ez egy... Mi maradt le? Hát ahogy nézem a képet... Az rajta van, rajta van. Itt, mintha még kéne lenni valaminek. Ez. Mondjuk ezek fúra lemaradtak, ezek az információk. Na, erre. Ja igen, tehát ennek még itt kell lennie, ez tény. És amikor így van, akkor megy rá a kerék. Ide megy egy bigyó, vagy nem megy bigyó. Jó, ezt nem erőltetem bele. Főleg, hogy nem is úgy kéne neki kinézni. Na mindegy. Vagy fordítva van benne valami. Pedig... Len. Itt ez. Ez is benne kéne, hogy legyen, nem? Úgy lók ki az oldala. Az anyád úristenit. Igen. Igen.
Mondjuk nem vagyok előrébb, de stabilabb maga a szerkezet. Hát elvileg ide jön még egy ilyen. Azt csá. Ez így szar. Nem, ide meg kéne olyan valami nekem meg. Várjunk. Valamit kihagyott. What the fuck? Tehát itt van egy ilyen rész, itt meg viszont nincs. Egy-kettő kerék van, hol a harmadik kerék, bazd meg. Édes faszom. Azt én találjam ki, hogy hogy megy oda? Menjünk már vissza az előző kerékhez is akkor. Aj. Kihagytak egy pár lapot, mint olyan. Aha. Ja, ez az, amikor össze kell rakni hármat meg négyet. Átmegy rajta egy kerék. Csak hogy. Úgy megy át rajta a kerék, hogy nem úgy megy. Amit most raktam bele, és nem lehet többet kiszedni szerintem. Azt nem kellett volna belerakni. Vagy abból még kéne, hogy legyen még egy. Édes faszom. Na ez jó lesz, ez hogy szedem ki? Tehát vagy ezt kéne kiszedni, vagy ezt. Hogy itt oldalt tudjon menni bele egy másik, még egy harmadik kerék is. Ó, anyám, bazd meg. Hát ezt meg kell tartani, mert erre megy rá a külső borítás. Mondjuk ezen is el tud menni a külső borítás, nem vészes. Na jó, ezt elvesszük minden esetre. És azon gondolkodám, hogy melyik a fontosabb, mert egyek kevesebb van most szerintem tényleg benne. Vagy megint van egy darab a zsebemben valahogy. Mert ez tényleg egy kicsike pálcika, és ez bárhol lehet. 50 méteres körzetben. Így van rajta. Belső kéne, hogy legyen, mert arra lehet ráragadni dolgokat. Hát akkor ez megy ki. Ez az, amit kurva nehezen tudtam az előbb belerakni. Takarodj már faszomba.
Az anyád, úristen, itt bazd meg. Mindenkinek szeretettel ajánlom ezt a kínai legót. Na és ennek kell szétjönnie valahogy. Meg kellett ezt nekem belerakni, ezt az utolsó részt. Már így is kurvára szorult az egész. Bazd meg. És ferdült, kiváló. Sosem volt még nagyon jó hazó. Hú, na szóval. Itt járunk. Mondjuk én ezt nem tudom, hogy miért kell belerakni, de bele kell rakni. Sőt. Kiveszem mind a kettőt. Majd már nem veszem ki. Nem jön ki. Na, ez kijön. Jó, az összes szarságot kivesszük. Na, így kezdődik. Így folytatódik. Alapvetően ez nem kell bele annyira. Struktúráját tekintve kibaszottul stabil az egész, ahogy tudtam szétszedni. A rohadás ölje meg az összeset. És most jön egy ilyen. Így. De tulajdonképpen ebben nem kell még. Ez így megáll. Csak úgy. Nem, éppen most vágom fel az ereimet. De szerintem, tehát egyébként ez az utolsó része és ez az utolsó lába, tehát hivatalosan egy ilyen 15 perc múlva égeznék. De látod, hogy annyira jó a legó, hogy késsel kell szétszednem. Na. Tehát ez megvan. Ezeket össze kell kötni. Egy mivel? Egy ilyennel. És ebben megy egy kereszt.
másik oldalt megy egy másik kereszt. Fantasztikum. Ez egy tetejére. És itt a valójára is menne egy ugyanolyan, nem? De. Oda is megy egy. Így van. Hát fordítjuk. Így. És akkor most jön itt keresztbe fixen egy kerék, amihez biztos, hogy fel kell használni egy áthidaló hosszú valamit. Ez tény. Ez lesz a másik oldalon. Ez eddig fasza, és ez eddig fix. És már itt azt mutatja, hogy itt oldalt már kéne neki lenni ilyen bigyónak, amire rá lehet rakni a külső burkolatot. De ez azért baromság, mert hogy ezekre megy rá tulajdonképpen a három kerékre, és azt fogja meg, nem feltétlenül ez. Itt belül viszont kellene egy másiknak, ami belül megfogja azt a lapátot, mert az viszont látszik belül. Na szóval. Igen, ezzel meg vagyok. Igen, tehát ide jönne. Ez a valami, de most így hirtelnyében nem jön. Majd ha összeáll esetleg. Ez az egyik része akkor tehát. Egyszer. És most jön a másik része, ami úgy kezdődik, hogy 3-as, 4-est összefogunk. És itt viszont biztos, hogy 1000%, hogy kell egy átfogó cucc. Csak nem jól rakom rá, mert idióta vagyok. Így. És a legalsóba kell, hogy bemenjen a 3-as felől. Így. Egyszer. Kétszer. Így. És a másik oldalt valahogy nem tudom, hogy megy rá. Aha! Így. És így. És akkor az nagyon jó. Fenomenális. És erre megy rá ez a furcsa 2x2-es. Ez hiányzott a történetből. És ez volt elbaszarintva. Tehát ez megy először rá, belül, így, talán, így, ami azért baromság, mert ennek kívül kéne lenni, de mindegy. Mégis valamiért ez megy belül. Tehát ez szorul, tehát ennek kéne kívül lennie, de ettől függetlenül belül van. Nem baj. Annyi baj legyen. És akkor a burkolatot ezt fogja fogni, meg ezt fogja fogni. Szerintem ez nincsen jó benne. By the way. Most fogja fogni. Fú, és akkor ide kéne egy másik bigyó belülre, amit kurva nehezen kiszoptam ebből. Így, ez megy rá, és ez megy rá, mert ez belül látszik. Jó. És erre megy egy fantasztikális istenverése. Ne! Itt egy szopás, bazd meg.
így van neki a lába. Az egyik oldal működik is egyébként. Érdekes módon. És erre megy majd egy burkolat. Na, jussunk el a burkolati könyörgöm, és akkor ez az utolsó lépés, ha minden igaz. Van egy ilyen. Van egy 3x2-es. Van egy 3x1-es. Van egy 2x. Nincsen 2x1-esen. Ne basztatok fel. Csomó olyan darab van kimaradva, amiről sose láttam, hogy kellene, vagy mi van. Nem, viszont egy 3x1-esen van, és az kiváltja. Na mindegy. Érdekes történet. Ide jön még egy. Ja nem, tehát ide nem is ez kell, hanem ez kell ide, azért nem velem. Ez kell, és egy 1x1-es kell a sarokba, ami ez önmaga. És akkor kell egy 6-os végig itt. Egyszer. Bárcsak belepattanna a rohadék. Kell egy 3-as utána közvetlenül, amit megláttam, az előbb itt is van. Kell egy félbevágott 9x9-es, ami 3x3-as, csak közben beszorozta az agyam. Jó. Kell ez a elbaszott valami. És oldalt itt le kell ilyen akármikkel fedni. Így. Milyen nem megy rá? És ide jön egy kör alakú cucc. Na. Most ugrik a összes majom a vízbe. Halomra. De menjél már rá. Jó. És ezek kimaradtak. Ezek mind kimaradtak. Ami azt jelenti, hogy ez még mindig nincs meg szürkében, ez a kicsike darab. De azt fog történni, hogy ezt rakom oda. Mert ez szürke, és ez akkor nem látszik. De a kereke hátul működik alapvetően, tehát nem egy vészes dolog. És akkor a szem az meg zöld lesz. Mit basztok vele? Zöld lesz neki a szeme, ilyen tányérgenyát rakom neki először, és azon belül lesz zöld a szeme. Így. Így. Nem tudom, hogy egy 10-es skálán mennyi lesz gonosz a szeme, de... De ez van. Egyszer. Kétszer. És akkor viszont a szemöldökét meg kell emelni, mert nagy tányér szeme lett neki valahogy. Bár nem is értem, hogy milyen az fordítva. Tehát így. De akkor nem tud csodálkozni, jó szemöldöközni, vagy tud. De ezzel csodálkozik, ezzel a szemöldökével. A másikkal meg majd
kedven rosszalúan néz. Na. Ez így van kitalálva, gyerekek. Legjobb. Sose volt még ilyen jó. Ne! Kurva nyeldet. Ez hogy megy el? Így megy el. De nem tartja magát amúgy. Az a szar benne. Ez érdekes. Nem tudom, még lenne, kéne oda rakni valamit középen, vagy nem tudom. De közben meg a képen jól tartja magát. Szépen. Egy csillag megy az égen. Vagy így. Ráadásul orr nehéz is. Mi a fuck? Valamivel ki kell támasztani középen. Ez csak előrébb tud menni, hátrább nem. Kurva nyert ennek a szarnak, de komolyan, hogy halnának meg a rizsföldön, halomra bazd meg. Jaj, geci. Keze lába összetaknyálódik. De ez, ezek a darabok, ezek mik, de hogy nem azok, amit én kerestem közben, az hódszentség. Ez is mi a faszom, tehát nem is értem. Kosmodisk, amúgy igen. Faszom egy cseh. Fú, te. Mit összeszop az ember ezzel? Egyébként ebbe kéne valamit belebaszni, és akkor szorul. Egy kis papírt bele kéne állni. Ezt azért nem veszem, mert nem lesz kitámasztja a billentyűzetet. Hozok egy ollót, mert ez így nem... Nem célvezető. Mert egyébként tényleg ennyi baja van, hogy nem szorul. Sok. Hány lap ez?
2, 3, 4, akkor nézzük meg 3 lappal. Az is sok, már így is látom. Legyen 2 lap. Nem, 2 lappal sem jó. Lehet, hogy zsebkendő lesz belőle egyébként, mert az... Na, még egy sima lappal megpróbálom. Azzal sem, akkor... Ha! Ta-ta-ra-da! Pont nem látjátok, várjál. Így. Alacsonyan van a kamera, az a fő problém, így. Fantasztikus. És nem mozog a rohadt lába se. Na mindegy. Amúgy jól néz ki. Az a legszarabb benne, hogy tényleg jól néz ki. Nem tudok rájuk haragudni teljes mértékben. Nem ölném meg az összes kínait, csak jó meghínoznám őket, aki ezt összerakta. Meg lefröccsöntötte, hogy mit képzel. Meg aki ezt megcsinált, ezt az instrukciót. Ez valami borzasztó, bazd meg. Rendesen meg kéne őket verni, de ilyen jó pirosra. És zöld lett a szeme. Nem, még ilyen sose volt. Kicsit érdekes a lába. A másik az fasza. Nem fog. Tehát ott ül a Bastion. Bastion mellett fog ülni. Nem fog mozogni. De azért, na. Én továbbra is azt mondom, tehát ez legelső szinten nem arra van, hogy te összeragd, hanem azért van, hogy Pistike összerakja, és Pistike most töltötte be a 8-at, és játszana is vele. De nem. Ezt a funkciót ezt nem látja el. És kreatív legózást kell alkalmazni. Ez nem tudom milyen úgy. Valami rádiós antenna. Egyébként erre tudok még rakni ilyen majomságokat, mert maradt két csomó. Minek, azt nem tudom. Messze bazd meg. Nem tudom, ez valami... Lézerágyú. Édes faszom taliga. De a tetején is, nem is értem. Ez is miért külön szürke? Meg ezek miért kékek? Ez konkrétan itt zavar, ez a két kék konkrétan. Tehát ezt ki is kéne cserélni.
Ne boruljál fel, köszi. Hogy mi a faszomért kék az? Tessék. Egyből szebb és jobb lett a világ. És ezt mondjuk rá tudom rakni a vállára, de nem akarom elrakni a vállára. De ebből is van még. Ez van még a vállára. Ne! Ne essél el! El nem merjél esni, bazd meg. Van neki most már vállapja is. Mit akartok, bazd meg? Ki van tüntetve meg minden? Harcedzett katona. Rohadna meg. Yeah, number 5 is alive now. I'm not as live as him. Oh, shit. Na, legközelebb meg... legközelebb is lesz, hogyha megjön. Sőt, nem is, mert megjött a Dodge Charger. Milyen képet? De ez nem Lego bazd meg, amit linkeltél, vágod? De én ezt kenhetem a hajamra, köszi. És kéne, hogy legyen alul is szemöldöke. Hivatalosan, de csak a felül van neki. Mi történt a streammel? Looking for the phone. Micsoda? Lemerült a telefon. Jelentem, lemerült a telefon. Ja. Ennyit bírt a telefon. Hát legközelebb rá kell rakni akkor, hogy mit tudom én. Végszóra, jó. Ja. Szóval legközelebb lesz egy Dodge Charger, ha minden igaz, és az már... Úristen, ugye ledöglik a telefon az asztalról. És az már standard. Minden fasz a Jugend rossz. Az is lehet, hogy megpróbálom beállítani a rendes webkamerát valahogy máshogy. Mert ez a... Ez a telefonos díj, ez nem... Abban a szempontból nem jó, hogy nem fogja bírni egész nap. Bár mondjuk nem is egy 3 óra 45 perces streamet terveztem, így megmondom őszintén. De az nem egy rossz, tehát a 90%-ra volt feltöltve a kamera. Kamera, a telefon, és 3 óra 45 percet bírt, majdnem 4 órát. Az úgy reális faszna. Mondjuk töltőre lenne rakva, akkor az úgy működőképes. És egyébként 100-szor jobb képe van, mint a webkamerának. Na jó. Nem tudom, mikor lesz a következő stream, majd egyszer lesz. Jövő héten szerintem nem, mert akkor folytatódik még a maradék költözés. Azután hét az dark, és azután hét vége talán. Tehát akkor egy ilyen 3 hét múlva. Na, császtok, négerek!